6 óra 8 perc van, jó reggelt mindenkinek, szevasztok, hát elment ez a húsvét is. Szevasztok, jó reggelt, szia Laci! Hello, bocsi, jó reggelt! Jó reggelt, szia Gyuri! Jó reggelt, sziasztok! Hello, Anett, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Na, direkt így jöttem be egész reggel, nem nézem az arcokat, a szőnyeget néztem végig, és most, ahogy 6 óra 8, így most megnéztem, hogy itt kinek milyen a tekintete. Ah, akkor ez volt a taktikád, mert ide beszélünk is a Laci, hogy mi a baj a showmannek, egyfolytában a cipőjét néz. Kerülni a tekintet. Igen, akartam. Laci, elindultál ilyen vadember irányba. Az leszek. De mi van veled? Baj van? Ne legyen. Nincs, semmi baj nincsen. Most gondoltam, hogy most megjön egy vadember korszak. Kemény volt a húsvét. Igen. A haj elindult, és az arcszőrzet olyan, amire mindig szoktam, de mindegy, csinálj csak. Hát fél úton vagyok. Ez nem úgy van, mint a Starban Star, hogy bemész olajbolyaként, és kijössz Charlie-ként, és az kettő közt 5 perc telik el. Tehát ez most sajnos néznetek kell egy pár hétig. De mi a te? Nem is valami. Szóltál, hogy valamit akarsz. Bocs, nem tudtam, van formanyomtatvány, amin bejelentem, hogy szakállt növesztek. Anett, írjam, hogy szakállt növesztesz. Valami, igen. Beleírjuk a szerződésbe. Mind az a tié? Igen. Hát azért olyan. Tehát tudod, hogy az Ati milyen gúnyolódást tárgyalja és atrocitásokat kap. Igen. Ezt akarod te is? Azért gondoltam, hogy a szakáll gúnyolódás az megmarad az Atinál, én úgyis kapok más. Meg én azt gondolom, ez megbeszélés tárgyát, a Shy Guysban sem lehetett bármit csinálni. Hello. Nagyon jó. Ami Kozsongnak le kéne jelentened, hogy Mizu. Eljött a pillanat, hogy Shy Guys vagyunk. De most te szakállas leszel? De ezt nem közölted. Én azt hittem, hogy hanyag vagy. Úgy, de aranyos vagy, apu. Mi az Isten vált az iskolában? Tetoválásod is lesz? Nem te fogsz beírást kapni. Na jó, de hát azért mégiscsak képviseled ezt a műsort. Igen. Így van. 2023-ban, tehát legyen rugalmas. Én rugalmas vagyok, csak nem tudtam, hogy ez meg nem mindenkinek áll jól. Nem, ez így van. Ez így van. Nagyon de neked jól fog állni? Nekem nagyon. Ki ígérte ezt? Hát most mutassak régi képeket, amikor már volt ilyen. Nem volt szakállad? Jézusom, Laci, milyen jó képű voltál. Nem mindenki biztos ebben a szobában, ebben, amit látom. Tudod, mennyire érdekel, hogy ebben a szobában ki. Ez most egy harc, egy dac, egy dafkeség? Nem minden egy ilyen ügy. Most rebellióban vagy? És hajtogatja. Ez nem minden ügy. Pedig te beszéljük meg, hát nem kell tiltakoznod. A külsőddel. Elfekszem, kérdezz. Ez ekkora megakadást én még semmivel nem értem el nálatok. Csak én akadok meg? Ne, teljesen értem az érvedet, hogy ezt azért le kellett volna jelenteni. Hát nem csak. Igen. De hogy mi van vele? Nem tudom. A gyerekek, jön az 50 rövidesen. És el akarod takarni? Gondoltam, hogy figyelj, amíg nincs arcszőrzetem, akkor az a piszkálsz, hogy ilyen buldogszerűen lóg a bőr az arcomon. Hát azt valamennyire most elfelejtjük. Én sosem mondtam ilyet, én a karodról hát beszéltem. Hát oda nem tudok szőrt növeszteni neked. De Anett, te is el vagy képedve. Igen. Bár nekem a haja tetszik Lacinak, a lendő szakállával én se tudok kibékülni. Én azon aggódom inkább, nem is ez szakáll dolgon, hanem szerintem ebből a hajból cof lesz. Szerintem ebből Hát gyerekek, praktikus szempontból az, amikor megmosom a hajam, és így nagyon megy mindenfelé, akkor muszáj megcsinálni azt, hogy itt fölül összekötöm, amit ő oldalt ilyen Jack Nicholsonosan még oldalt eláll. De ugye nekünk van jogunk szólni, amikor már nem vagy image kompatibilis. Jogotok bármire van. Jogotok bármire. Image? Hát de ez nem igaz. Hát igen, mi azért figyelünk a sármunkra, a dolgozunk igen, rajta. Hát a Keith Richards se jelenik meg egy Rolling Stones túrni, hogyha be van szőke melírozva a haja. Jó, de a Keith Richards eleve úgy néz ki, mint egy zacskó. Rózsaszín hajgumi van. Igen, hát azért azt megbeszélje Jaggerrel. Jaj, de jó, hogy nem rólam van szó. Hát Keith Richardsról még odáig is lenne mit beszélni a Jaggerrel, mielőtt azért cofba kedni a haját. Mi profik vagyunk. Én azt tudom. Hát minden nap meghallgatom. Na jó, SMS-ek, nem nézek rád. SMS-ek. Jó reggelt az Éterfene gyerekeinek. Sonkás, beiglis, húsmentes hetet kívánok mindenkinek. Bocsi, a tegnapi Fejes Tomis vacsorátok jól nézett ki, látszott, hogy te voltál a szakás Debrecen, plusz 5 csapadékmentes pszichó Debrecen, akkor már posztolt, mi? Igen, Fejes az jelent. Jelent, igen. Jó reggelt, vasárnap reggelre meglett a rajongói csoport 22.000. tagja. Ó. Köszönjük mindenkinek, aki velünk van. Fati, hát gratulálunk. Bizony. Nagyon nagyok vagytok, 22.000 tag. Megköszönjük. Óriási vagy. Csodálatos húsvét keddet, hegyajóti Isten királyok. Főni Angus marha készült a spárga mellé a Fejesnek? Jól néz ki, Dobre Bogra. Nem, ez már azt sem tudom, milyen bélszín volt. Ott volt a mélyhűtőben.
Gondoltam, ma áramszünet lesz. Kiolvasztom. Egye meg a fejest, Tamás. Egye meg a fejest. Igen. Spári, na jó, de ott vannak a gyerekek is. Tehát most még ott alszanak nálam. Uh-huh. Fejes gyerek, a én gyerekem, a fejes is ott alszik. És izé, de jól van mindenki. Tehát, hogy, na jó, nem angusz volt. Szerintem nem angusz volt, és a spárga is méhfagyasztott volt. Tehát most, amit így össze tudtam dobni. Jó, Morgan, mindenkinek frissen üdén megjöttetek, ugye? Remek képeket raktál fel az Instára, Laci. Mm-hmm. Na, de a mi pici lányunk, Anett, ahogy láttam, nagyon jól érezte magát valakivel. Jóci a hajósziget a Rotterdam, mi volt itt? Hát, Szlovéniában voltam. Mi volt itt? Voltam, azért ez az egyes szám, ez így... Ja, hát Gergővel. mit nem csodálkozom ezen. És Laci, te? Miket raktál ki? Én, Balatonon, unokatestvéreknál voltunk szombaton, lent Balaton felvidéken, ott egy ilyen kis házban, ilyen kis összejövetel volt, ilyen grillezéssel, és aztán jöttünk át Balaton felé, komposztunk egyet, olyan szép ilyenkor a Balaton. Tényleg imádnival, úgyhogy onnan van. Aha. Kellemes kedd reggelt a csapatnak, húsvéti mámor után, Gyuri, a vers és a szódakölnivel való locsolás zseniális volt, Zsuzsa Zsaru. Nagyon köszönöm. Ez mi volt? Hát hagyományőrző módon Anettet meglocsoltam. De szódával? Szódával. Igen, ahogy kell. Beltérben? Szereztem a medvepápol szódát. Mi volt rajta, szódát, amikor ajtót nyitott? Fel volt öltözve teljesen, tehát várta az érkezésemet, süteménnyel is készült, és kólával. Úgyhogy... De cuki. Volt más is, csak a Gyuri egy kis gyerekzsúrra úgy érkeztem. És aztán látta, hogy szóda van nálam, akkor ezzel barátkozott egy-két pillanatig, és aztán megkezdtük ezt a... És volt versike, meg minden. Versike, minden, fenn van a Facebookon, Instán, mindenfelé fenn van. Jó van. Na majd megnézem. Gabi bátyám, jó reggelt. Én azt mondom, a főtt sonka tojással, tormával a legjobb dolog a húsvétba. A McLaren-es. Bele. Így van. A húsvétba. Oké, na jó van. Remélem, hogy mindenkinek jól telt. Én még így pihegek, bevallom. Nagyon sok kaja volt, társasjáték, buli, igen, ilyesmi. Na, nézzük az időjárás jelentést. Érkezik a tavasz. Ó! Bár a napsütés mellett elszórt záporokkal. Ma már 19 fok is lehet holnap, és sokat látjuk majd a napot. Aztán a csütörtök még enyhébbnek ígérkezik. Már 20 fok felett lesz a csúcs, de még lehet eső is. Igen, egész héten. Csapadékos lesz a péntek és a szombat is, és a szél is megélénkül, kicsit csökken a hőmérséklet is. Annyi is van benne, meg ég, mert meg még. Nem tudom, ma ilyen is, még ég, nap, jó. Süt. Leo és Szaniszló. Is. Leno is. És még Szaniszló is. Leno az mondja. Leno. Jó, ma van a költészet napja, 1964 óta ünnepeljük József Attila születésnapján. Ennek megfelelően 118 éve született József Attila költő, akinek igen, köszönjük a költészet napját. Köszönjük. Köszönjük, Attila. 127 éve Hajós Alfréd úszó 100 méteres gyors úszásban megszerezte az első magyar olimpiai aranyérmet. Ez a... de jó. 127 éve áprilisban volt az olimpia? Uh-huh. Igen. Jó, elhiszem nekem, nem tudom. Hidd el nekem, én elhiszem a netnek. Mármint az internet. Igen. Megkérem az olcsóbb helyen ülőket, hogy tapsoljanak, a többiek pedig zörögjenek az ékszereikkel. Ezt 60 éve John Lennon egy Beatles koncerten mondta a közönségnek, ahol a királyi család is jelen volt. Ez igen. Igen, 57 éves Lisa Stansfield. Ezt az ékszercsörgetőst, ezt tavaly is elsütötted. Csak akkor 59 éve volt. Idén meg 60. 57 éve ezelőtt Frank Sinatra rögzítette a Strangers in the Night című számot, és 1978 ban kezdték el építeni a budapesti gyermekvasút első szakaszát. 40, nem 70, 40. 48 elnézést. Köszönjük szépen. Ez melyik ez a gyermekvasút, ahol a te fiat szolgál? Fönn, a Hűvös vagy Széchenyi hegy között. Annak van értelme éves annak a vasútnak, vagy az csak egy ilyen gyereknyugtató? Most őszintén mondjam, vagy... van. Komolyan kérdezem. Van értelme. De mi ott van két gyerekfalú, és a gyerekeket át kell szállítani A-ból B-be, hát és ez van egy vasút? Úgy képzeld el, mint a hupikék törpikéket, csak van vonat. Ennyi. Kicsi, nagyon kisméretű emberek üzemeltetnek egy De hétköznapi minimálat. Emberek közlekednek azzal? Tehát valójában, aki persze. Egyébként... Hát én is tudok vele nem menni. Nem tudom, a dohánygyárba dolgozik, ott fönt lakik, és le kell menni, és a gyerekvasutat használja minden reggel. Persze. Aki föllakik. Kiérdemeltet, hogy beengedjenek a kicsi ember faluba. Igen. Vagy utána átmérsz a másikba. Érted? Van valós funkciója? Vagy egyszer csak egy ilyen... Nem, ez gyerekörömre van. Gyerekörömre. Na, ezt kérdezem. Oké. Értelme nincs.
Sümeg plusz 5 fokos 14 lesz és esős. Shanghai 13 fokos 28 lesz, de esős. Pécs 3 fokos 17 lesz a csúcs, napsütéses. Ó, Mezőcsát 4 fokos, majd lesz 16 és felhős. Budapest 5 fokos és 17 lesz a csúcs felhősen. Na, azt akartuk már csinálni veletek rég, drága hallgatók, hogy a nagy-nagy kvíz igényeteket megint egy picit csillapítjuk. Először húsvét előtre terveztük, de aztán másképp alakult az élet, és akkor azt gondoltuk, hogy nem, legyen az, hogy az ünnepek után megajándékozunk benneteket egy olyan kvízzel, aminek szerintem mindenki örülni fog, aki elmúlt 30, gondolom én, és ebből a kis zenécskéből rögtön fogjátok tudni, hogy milyen nekeltem. Bizony, de kár, hogy abba hagytad. Mi? Ez milyen stílusú zene? Charleston, vagy mi ez? Na mondjuk, igen. Vagy Dixie? Nem tudom, hogy a banjo egy kicsit bezavar. Na jó, szóval Mézga család, vagy Mézga, igen, Mézga család kvíz lesz. Juhu! És tudjátok, klasszik hetet megpróbálunk mi most. Te vagy ugye a tudós, Anett? Igen, ma én vagyok a kvízmester. A kvízmester, és akkor mi próbálunk találgatni. Azért jó, hogy a Gyuri nem, mert a Gyuri a határán van annak, hogy elvileg már még láthatta a Mézga családot, de nem biztos, hogy látta, mert bamba volt gyerekként. Ez utóbbi. Ilyen szerint. Bamba kisfiú voltam, és hiába vetítettek nekem adásokat, én csak bambán néztem rá, és egy-két emlékem maradt. Mi volt a szádban? Tucli. Hát mi lett volna? Hát mégis. Jó, akkor én emlékszem mindenre. Megvan. Minden megvan. Szóval Mézga család kvízünk lesz ma, és aztán egy érdekes fordulat. Emlékeztek, hogy beszéltünk arról múlt héten? Kb. Igen. Kb, ugye? Beszéltünk arról, amikor olvastunk egy cikket, hogy a Transfermarkt, ugye ez a mérvadó futball beárazó oldal, mondjuk így. Ez a Transfermarkt, ez ugye 40 millió euróra becsli Szoboszlai Dominik értékét. Uh-huh. És nem teljesen értettük akkor még, és ezért akartuk szakértői segítséget, nem teljesen értettük még, hogy ez hogy történik, ez a beárazás, hogy lehet, hogy Szoboszlai Dominik kétszer annyit ér a Transfermarkt szerint, mint Cristiano Ronaldo, hogy pontosan ugyanannyit ér, mint Robert Lewandowski. Uh-huh. Tehát, hogy ezt az egészet hát, tudni szerettük volna, és ezért beszéltünk Varga Endre sportmenedzserrel, a Békefi ügynökség. Így van. Egyik emberével. És ott ugye szó esett erről is, arról is, Szoboszlai Dominikról is, meg ugye a magyar játékosok, hogy külföldön milyen eséllyel és milyen áron. Ezekről beszéltünk, és akkor egyszer csak volt egy ilyen furcsa megjegyzése, és mi is összenéztünk itt a Gyurival meg a Lacival, egy ilyen furcsa megjegyzés, hogy ó, hát a magyar menedzserek ugye most egy külföldi szerződéseket illetően, külföldi, igen, klubokat illetően, a magyar menedzserek, ők maximum a stadion hotdog árusáig jutnak el, vagy maximum annyit tudnak itt menedzserkedni, hogy elmondják, hogy hol kapnak autópálya matricát a játékosok. Igen. Tehát, hogy kvázi ennyi, ők el se jutnak ezekhez a klubokhoz komolyan tárgyaló félként. Ez erős állítás, meg azért mégis, tehát ezek szerint ezek a hotdogárusok nagyon jól be tudnak juttatni egyébként magyar játékosokat, például németországi klubokhoz, mert vannak. Mert vannak, így van, de volt egy ilyen, és igazából ő nem nevezett nevén senkit, de miután sokat, ugye beszéltük Szoboszlai Dominikról, és ő volt a központi téma, ezért teljesen érthető módon Szoboszlai Dominik menedzsere ezt úgy, hát nem is az, hogy magára vetted, azért felhívott bennünket, és megkérdezte tőlünk, hogy ez most hogy? Ez most mi volt pontosan? És mi beszélünk ugye Eszterházi Mátyással, tehát Dominik menedzserével, és gondoltuk, hogy akkor lehet, hogy ő is meg akar szólalni, és azt mondta, hogy nem ő akar megszólalni, hanem Szoboszlai Dominik apukája. Uh-huh. Aki egyébként nevelte őt, fantasztikus munkát végzett, Szoboszlai Zsolt. Ő az, aki két másik apukával alapította a Phoenix futball klubot. Ami teljesen ilyen magánkezdeményezés. Teljesen magánkezdeményezés, csak ők csinálják, és onnan nevelnek tehetségeket, többek között ugye Dominikat, és azt hiszem, hogy a magyar válogatottban talán a legutóbbi bolgárok elleni meccsben három Phoenix ex-növendék szerepel. Tehát, hogy nagyon sikeresen. És ők mindenféle más ilyen akadémiától, meg sportklubtól függetlenek, három apa alapította. És állítólag nagyon-nagyon jó módszerrel nevelik a tehetségeket. Így lett az, még most meg is néztem egy ilyen hosszú riportfilmet Szoboszlai Dominikkel kapcsolatban például, azt hiszem, hogy a rossz is, de a Salzburgiak is azt mondták, hogy ott
annak köszönhetően, hogy abban a klubban nevelkedett, annak köszönhetően bontakozott ki ennyire a tehetsége. Na, és ők hárman, tehát Szoboszlai Zsolt, Eszterházi Mátyás, és ugye Dominik maga alakítják az ő karrierét. Aha. És ezért még egyszer mondom, szót kér nálunk a műsorban Szoboszlai Dominik apukája, Szoboszlai Zsolt, és mi természetesen beszélgetünk vele, és ha már beszélgetünk, akkor erről az egész nevelésről, ahogy ez beindult, meg mi azért pár szót szeretnénk váltani. Igen. Egyébként csak én gondolkodtam ezen, amit ez a Főnix, amit ők alapítottak, hogy valahol azért az tök érthető, amikor ugye nem behatod a gyereket valahova focizni. Uh-huh. És ott egy a sok. Mert rengeteg rossz tapasztalat van. Igen. Viszont itt apukák nem csak kis focistákat nevelnek, hanem a saját gyerekeiket, tehát valószínűleg még egyébként messzebb is elmennek azért, hogy a gyerek boldoguljon, sikeresebb legyen. Tehát én szerintem ebben van ennek a kulcsa, és ez nagyon izgi. Hát nem minden gyereknek az apukája az edzője, tehát azért ezt hadd mondjam el. Gondolok. De tudod, milyen egy apa, akinek a gyereke jár egy klubba sportolni, hogy az elmegy a falig, meg még tovább is. Hát abszolút, de én nem tudom pontosan, mit csinálnak, de az varázslat, amit csinálnak. És ő elmondta ebben a riportfilmben is, hogy ő pontosan ugyanúgy bánt a saját gyerekével, mint az összes többi sráccal, akinek az edzője ugye volt Szoboszlai Zsolt, sőt, hát Dominiknak még jobban kellett igyekeznie. Mm. Na mindegy, hát ezt most nem akarom itt elmondani, mert nyilván egy dokumentumfilmet elmesélni hülyeség, de ő erre szeretné reagálni, erre a dologra, tehát hívjuk ma Szoboszlai Zsoltot. Oké. Okay. Na, aztán futballtéma marad, ugye Horthy Gábornál is kedv van, és ez, hát én is megdöbbenve olvastam ezt a cikk címet. Ugye itt van Gazdag Dániel, magyar válogatott játékos, futballista, és ő hol játszik? Az Egyesült Államokban. Philadelphiában. És egy mexikói klubcsapat ellen játszottak. Nem mondom most el, hogy mi történt. A lényeg az, hogy azon meccs óta folyamatosan halálos fenyegetéseket kap Gazdag Dániel a mexikóiak részéről. Oh. Tehát meg fogják ölni. Tehát ez a legkevesebb. De ő, tehát nem a csapat, hanem ő konkrétan kapja ezeket a fenyegetéseket. Ő kapja konkrétan ezeket a fenyegetéseket a mexikói klubcsapattól, rajongóitól, szurkolóitól. És már azon gondolkoznak, hogy az a visszavágó, azt esetleg egy független, semleges helyen tartsák meg, mert hogy életben. Kérdés az, hogy mennyire kell komolyan venni, erről beszélünk a Gáborral. Meg mit csinál? Azt majd elmondjuk. Mennyire kell komolyan venni a rajongói fenyegetéseket? Mert hogy van ilyen. Emlékeztek már, nem is tudom, melyik kolumbiai játékos lőtték le a VB után. Bizony, bizony. És fokozni a Gábor még sok hasonló történetet arról, hogy komolyan kell venni. Hogy komolyan kell venni, így van, és van még egy nagyon helyes lengyel bírói gárdánk, akik elmentek a görög szuperliga meccsre bíráskodni, de már a reptéren berúgtak, és eltűntek. Egy vidám lengyel történet. Állítólag már a repülőn olyan jó kedvük volt, hogy a görög fociról mindenféle izgalmasat mondtak, amit nagyon nem kellett volna, még mielőtt landoltak volna, és már ott összeszólalkoztak görögökkel, tehát nem volt kalandmentes az út. Óriási. Na jó, Gábor ezeket a sztorikat fogja majd elmesélni nekünk, köszönjük szépen neki előre is, és csütörtökig kell, hogy visszakanyarodjunk a legjobb pillanatokat kukázva. Nem, ez egy izgi beszélgetés volt. Ugye arról a férfiról beszéltünk, a 31 éves férfi, aki kerti munkákat végzett valahol egy telken, és talált két fémkazettát benne készpénzzel és ékszerrel. Na de hogy vajon ez az övé, ezen vitatkoztunk egy kicsit, mert hogy nem biztos, és most lopással vádolták meg, beszéltünk egy ügyvéd Elihi Józseffel. Ma mi nyűgöz le, Laci? És pont 3-7 van, nagyon vicces, egy tankcsapda rajongó felesége írja, hogy a férje teljesen megőrült, hogy hallod, a fejeség ott aludtak a bocsinát, tudod, a fejeség. Érted? Igen, így. És azt mondja, tankcsapda rajongó felesége. Ja, remélem, hogy én is ilyen szenzációt váltok ki Debrecenben, amikor én alszom ott. Hallod, ott aludt a bocska, a bocskor. Ja. Na jó, amúgy üzenik, hogy jó reggelt Istenek, gyönyörű napot kívánok nektek, Lacinak a haja a favorit, nem kell ide arcszőrzet. Lacinak a haja az image, üzeni Sanyi Várpalotáról. Köszönöm Sanyi Várpalotáról. Jó reggelt Istenek, semmi baj, Laci, én is most döntöttem a szakáll mellett, eddig pozitív a visszajelzés, veled vagyok, Laci. Jó van, örülök, hogy neked legalább pozitív. Szeretnék kérni egy háját magamnak, még soha nem kértem tőletek semmit, amióta megy a műsor, azóta én hallgatlak benneteket egész Európán keresztül. Múlt héten történt velem egy kis baleset, most itthon fekszem, és hallgatlak benneteket, hűséges hallgatótok, ti és Sanyi a billencses. Sanyi, hájá az azért jár, hogyha valaki megtért és átjött hozzánk. Ezért nincs hájá, viszont egy igen finom, meleg jobbulást kívánhatunk neked. Így. Amelyik része kell elveszed. Küldjük az energiát. Küldjük a csít.
Bocsi, nem csak 30 felett, 25 évesen is úgy énekeltem az előbb, mintha tegnap lett volna. Apám mindig hozta a Gyöngy ABC-ből a friss Mézga epizódokat. Üzeni kis Géza. Gyöngy ABC-ből. Az egy dolog, hogy Gyöngy ABC, de hogy ez mi volt? Ez volt képregényben is? Én Mézga család? Friss epizódokat lehet, hogy videokazettán a valaki... Én nem tudom, Gyöngy ABC-ben miket árulnak. Hát ez óriási kultúrtermék volt. Azért ezt lássuk be. Ja. Na, Laci, mesélj! Na, gyerekek, Jákob Zoltán a nagy ő lesz. Igen, akivel beszéltünk. Most már napi szinten lehet őt látni mindenféle cikkekben. Most elmondta, hogy vele volt olyan, mert ő rendszeresen csinál ilyen dolgokat, amikor valami alkalom van, gondolom ez egy születésnap vagy bármi, akkor nála volt énekelni Kulcsár Edina. Ő megrendelte Kulcsár Edinát énekelni, azt mondta, hogy nagyon erős és nagyon jó hangja van. Hogy mit énekelt, arra nem emlékszik, de hogy ott volt nála, és tényleg nagyon jól énekel. Tehát, hogy ilyen, tudod, születésnapi rendezvényre meghívom a sztárt, és akkor megérkezik, előszoba, itt vedd le a cipőt, hogy még a többiek ne lássák. Én ezt értem, csak azt nem értem, hogyha valaki tele van lóvéval, akkor miért Kulcsár Edinát hívja énekelni? Ráadásul róla egészen a GVM Frigyig nem is lehetett tudni, hogy énekelni akar. Nem? Eddig csak szép akart lenni. Tehát Jákob Zoltán az akkor hívhatta meg, amikor még nem tudtuk róla, hogy énekelni akar. Én nem értem, hogy. Lehet, hogy azután, és mit tudom én, előzenekar volt valaki előtt, tudod, amíg mit tudom én, szolgálták fel az ételeket, vagy bármit, tehát ez simán lehet, hogy egy kis hangulat, tudod. Én értem, csak te most mit tudom én, egy szépségkirálynőt, ha meghívsz magadhoz, akkor nem feltétlenül tudod, hogy ő énekelni akar. Hát persze, de hát hogyha már eleve mondja. Igen, meg hogyha kedves Zoltán, ha tele vagyok pénzen, akkor tényleg is zenei produkciót akarok, akkor legalább egy külföldit hívok, nem? Hát az az igazi. Egy külföldi, vagy nem tudom, ott egy most az a 30 ezer forintért, ez most tényleg nem egy tétel. Még rádobsz 20. Egy Kulcsár Edina koncertért. Nem tudhatjátok, milyen esemény. Lehet, hogy szimplán reggeliéhez hívta meg, vagy bármi. Tudom, jó, oké. Hát mi persze csak találgatunk, mi se tudjuk. Bár, 30 én is emlék Jákob Zoltánnak énekelni reggelente. Na, aztán... Borotválkozni. Nem. Na mert hát még 30 igényei legyenek, hogy nézek ki. A sört elérte a cancel culture Amerikában, óriási nagy botrány van. Tudjátok, van a Budweiser, Bud Light. És ezek felbéreltek egy trans influencert most, és rárakták valami limitált szériás sörös dobozra az ő képét. Na és ettől kiakadt teljesen a QAnon hívők, meg a Trump hívők teljesen, a Kid Rock, az elkezdett Bud Light-os dobozokra lövöldözni. De nagyon, nagyon szórakoztató volt, a kommentelők imádták, mert volt, hogy 2 méterről nem találta el. Tehát, hogy körülbelül ez lett belőle, aztán már azóta kijött, hogy ezt nem szabad inni, és elkezdték ajánlani helyette ezt a Coors Light, nem tudom melyik, ezt a másik, Coors Light, elkezdték ajánlani, és erre persze előjött külföldről az a vicc, hogy az amerikai sörök azok olyanok, mint kenuban szexelni, hogy nagyon közel van a vízhez, körülbelül. Hát egyébként ezt akartam pont mondani, tehát... Ugye a sör, a Budweiser, ami Budvárról, vagy Budweiser, ugye eredetileg egy cseh sör, azt valahogy az amerikaiak magukhoz kanyarították ezt a nevet, és gyártanak sört. Oké, de gyártson mindenki sört, tökre egyetértek, legyen mindenkinek sörre. Nagyon jó söreik vannak a tájföldieknek, a törököknek, tehát tényleg ez már nem csak a németek és a csehek privilégiuma, és az amerikaiak tényleg elkezdték ezeket a lightokat gyártani. Nem tudom, bárki bármikor volt Amerikában, mindig ezek a bad lightok jönnek ki, és azt mint a húgy. Tehát tényleg annyira rossz, az nem, annak köze nincs a sörhöz, nem tudom, mi értelme van, akkor már sokkal finomabb egy alkoholmentes sör, mint egy ilyen szódavízzel felhúzott láger. Hú, de rossz. Amiért kapunk a fesztiválon, dühösek vagyunk, nem hogy pénzt adjunk érte. Igen. Inni. Igen. Szóval ez az egész sör lájtolás, ez egy amerikai őrület, nem tudom mire jó, szerintem azért jó, meg imádnak grillezni, ott állnak, és tűz a nap, és ott grilleznek orva szájba, és tudják, hogy a vendégek, meg a rokonok, meg a barátok, meg mitten, azok ott lesznek még este 8-kor is, és úgy ahhoz legalább meg kéne inni hússört. Ez csak akkor lehet, hogy a lightot iszol. A magyarnak simán megy a normállal is, nincs gáz. Tudom. Igen. És akkor náluk Amerikában este jön már 8 körül azt ott, hogy a fején egy nagy ütéssel kinyitja a sört, és locsolja rá a barbecue-ra. Mert hogy így szórakoztató. Igen, de tényleg alig lehet, úgy kell, amikor egy amerikai ABC-ben vagy, úgy kell kutatnod, hogy hol találsz egy rendes sört. Egy igazi sört, nem egy ilyen Bud Light-ot, érted, amit tényleg úgy árulnak, mint a WC-papírt. Nagyon jó import söröket lehet ott találni egyébként, maradjuk ennyiben. Figyelj, mindent lehet találni Amerikában. Import.
Persze, importot valószínűleg ők is csinálnak jó sör, csak az nem a népsör. A népsör az mindig ez a borzalom. Na és most ezt is elvették tőlük egy ilyen kis együttműködéssel. Nicolas Cage nagyon messzire ment. Tudjátok, a színészeknél mindig van ez, hogy egy szerepér. Én most lefogyok 4 kilósra. Nagyon durván. Én most fölhízok 270 kilósra. A Nicolas Cage most ugye a Dracula filmben játssza a címszerepet, és ő lereszeltette a fogait. Jaj. Nagyon durva. Azt mondta, hogy ő a beszéd, a kiejtés, az artikuláció miatt ő azt szeretné, hogy teljesen hiteles legyen, úgyhogy beült a fogorvosi székbe, indult a kis csiszoló, és teljesen, tehát hegyesre megcsináltatta a fogait. Én nem tudom, szóval néha a színészek tényleg valami, nem értem, tehát azért ez a színészi foglalkozás, ez nem egy olyan nagy extra valami. Tehát, hogy ennyire komolyan venni magam, hogy Drakuláért én most lecsiszoltatom tűhegyesre a két sarokfogam, vagy hogy hívják, szemfogam, ott már valami nagyon nagy gáz kell, hogy legyen. Itt tényleg nagyon fura. Én azért nem osztom annyira, hogy ez egy olyan semmi foglalkozás, nem tudom. Nem azt mondtam, hogy semmi foglalkozás, én nagyon-nagyon tisztelem az igazán jó színészeket, de... az, hogy ennyire komoly, tehát érted, ott nem csorbul a teljesítményem, hogyha ott, mit tudom én, egy valamilyen felhelyezett Dracula fogot. Tehát, hogy még azt is elhiszem, hogy ugye Robert De Niro-nak kellett felhízlalnia magát arra a boxzoros filmre. Még ezt is elhiszem, hogy az nem olyan jó, hogyha azt most ilyen műhállyal oldják meg. Tehát ez mind oké, kell áldozatokat hozni, tényleg a szerepben nagyon-nagyon beleéli magát, mint nem, de ilyen baromságokat, és azon a másik oldalon meg látom, nem tudom, drága örökösökbe, szegény Hernádi Juditot és így visít rajta a paróka. Tehát, hogy basszus, simán egy ősz hajat kellett volna neki csinálni, nem tudják a magyarok meg csinálni. Tehát üvölt a paróka, érted? Látszik, hogy most vette ki a ládából és húzta a fejére. Igen. Tehát, hogy nem értem, hogy mi ez az egyik oldalon ennyire lazán kezeljük azt, hogy az átváltozás a szerep érdekében az lehet ennyire hanyag és olcsó, és a másik oldalon megőrül a csávó, érted, azon, hogy akkor most darád. Nyilván, amikor befejezte, akkor fölrakadt egy olyan fokhéjat, vagy micsodát, ami majd újra helyrehozza, de egyszerűen nem értem. Lehet, hogy eleve rosszak voltak a fogai. Úgy is meg kellett csinálni a koronát, nem tudom, és akkor belement ebbe a dologba. Na, az olaszok bekeményítettek, gyerekek, 5000-től 100 000 eurós büntetéseket szabnak ki, mostantól, tehát ez ilyen 2,5 és 38 millió forint közötti büntetés, hogyha valaki nem jól ejti az olasz szavakat, tehát pistacsó, gnocchi, ezekre teljesen rámentek az olaszok, tehát vége most már ennek. De hogy lehet büntetni? Hát nem tudom, valami pincér meghallja, és azonnal hívja a jó kiejtési hatóságot. Na, de ez érdekel ez a folyamat. Milánóban. Tehát oda megy egy izé, egy német vagy egy amerikai, és rendel magának egy gnocsit. Akkor kérek 3 gnocsit. Jó. Ezt meghallja a pincér. Pincér berohan. Berohan, és elmondja a tulajnak, hogy itt gnocsizott egy ilyenki. Oké. Okay. Tegnap olvastuk a Lasztrádában, nem tudom, hogy hívnak egy olasz újságot. Úttest. Úttest, igen. Olvastuk, hogy meg lehet büntetni ezeket. Hogy történik az eljárás? Tehát akkor nyilván kellenek tanúk, nyilván kell rendőrség. Hát valószínűleg megkéri az üzletvezetőt, hogy jöjjön ki vele a pincére. Oda megy az asztalhoz, megkéri a Jenkit, hogy megismételni, amit az előbb mondott. Gnocsit kérek, 2. Nem gnocsit kap, hanem csekken. Trignocsi. Por favor, vagy nem tudom. Prégo, igen. Prégo, és akkor azt mondják, hogy sajnálom, uram, ezt az üzletvezető is hallotta, én is hallottam, itt várjon az asztalnál, kiszolgáljuk, mert azért a pénz jól jön, az euró, azt elrakjuk, de mindjárt itt lesz két nagyon kedves karabinéri. Kijön a karabinéri, és akkor viszi. Igazoltatja, ott vannak a tanúk, aláírás, eljárás, és akkor jó esetben 5000 euró büntetés, mert rosszul ejtették az olasz. Jó esetben. Rossz esetben. Ez lehetett, azt mondom, hogy kamu ez a hír. Hát én nem tudom. Szerintem ez kamu ez a hír, ez nem lehet. Hát Kimi Räikkönen kevesebbet fizetett Finnországban azért, mert... Mit mondod? Mert semmi, mert vontatott egy csónakot, és nem lett volna szabad. Mindegy, csak mondom, hogy ott magasak a büntetések, és hát a fizetéshez mérten fizetnek, az 30 000 euró volt, tehát nem lehet... Mit mondta, hány, mennyi euró? 100 000 a max. Nem lehet 100 000 euró. Hát lehet, hogy ez egy visszaeső. De ott lakik a George Clooney, ott van a Komói tónál, ott van egy... És ő tényleg rendel magának egy... pisztacsos gnocchit, amikor megérkezik a piási jójával. És ő gazdag.
Szerintem a George is már rászokott arra, hogy inkább mutogat az étlapon. Ötöst kérem. Igen, az ötös. Az jó lesz nekem nagyon. Na, úgyhogy ez volt még, mi volt még? Kárpáti Rebeka pedig majdnem lemaradt az előadásáról. Tudjátok ki a Kárpáti Rebeka, aki volt a Barátok közben a fickó. Tudom, az ő lánya. Igen. Na, annak a lánya, az a játszik a játékszínben, és ő most kint volt Romániában, és jött volna haza vízerrel, és képzeljétek el, majdnem lemaradt a saját előadásáról, mert 4 órát késett a gép. Ez egy nehéz helyzet. Ez velem is volt, majdnem. Amikor... Melyik része most? A vizerlekésés, a színpadról való? Mind. Nem, mind. De vagy a Kárpátinak a lánya vagy? A vizer. Melyik volt? Gondolkodom rá, hogy melyik a legrosszabb. Van lehetőséget, hogy előállj. Melyiket válasszam, melyiket? Nem, a vizeres, hogy nem hoz haza időre, és előadás, és lemondani. Azért az egy nehéz helyzet, de aztán valaki megmentette autóval. Marosvásárhelyről, úgyhogy visszaért az előadásra. Ennek örülök, meg minden, csak azon töröm a fejem, hogy lehet ma napság kiküszöbölni azt, hogy lehetőség szerint, ha repülsz, pontosan érkez. Hát úgy, hogyha egy nappal hamarabb jössz. Tehát ne a légitársaságra számíts. Tényleg érdekel, mert régen, nem is annyira rég, tudtál szelektálni, hogy oké, nem megyek fapadossal, mert bár olcsóbb, de megbízhatatlan. És akkor én például rengetegszer a Londonba inkább a British Airways-zel mentem, Németországba inkább a Lufthansa-val. De a Lufthansa is gyakorlatilag most az egyik legmegbízhatatlanabb légitársaság Európában, ugye a sok-sok sztrájk, meg a vizé, meg munkaerőhiány, a Covid óta, nem sorolom, tehát nem tudsz abban sem bízni. Akkor van egy csomó desztináció, ahol már nincsen csak fapados, legalábbis Budapestről. Igen, ha közvetlenül akarsz menni például, akkor igen. És itt pontosan nagyobb drámák is vannak, mint Kárpáti Rebeka a játékszín színpadára tud-e lépni, abból, ha elkésel. Persze. Igen. Ehhez képest a MÁV csak 10 perceket késik. Hát a 10 perceket késik egy 100 kilométeres távon. Tehát azért... Ahhoz képest, hogy egy nappal előbb meg kell érkezni, hogy biztos. Gyuri, érted, egy repülő az több 1000 kilométer. Az, hogy te most elmész Csömrőre, vagy hol laksz, érted? Csömrő. Na, tehát egy Csömrőig 10 percet késni, érted, egy 27 kilométeres távon, az neked mindegy. Itt a megbízhatóság a lényeg. Itt tök mindegy, hogy 10 perces távon, vagy 100 kilométeres távon, vagy 1000 kilométeres távon. Hát baromira nem mindegy. Egyébként. Jó, azért az sokat elmond, hogy a MÁV-nak ezeken a kijelző, érkező vonatok táblájén, a pályaudvarokon, ott a Késés Rovátkánál 3 számjegynek van hely. Maradjunk egyben. Hát persze. Azért ott a 120 is megesik. Úgyhogy, na, visszaért, meg volt az előadás, úgyhogy ennyi jó hírrel tudjuk Oké, nagyon szépen köszönjük. Jövünk vissza nem sokára, és hát mindenkit szeretnénk ezzel az kis apró muzsikával, ha megtalálom. Na most várjál. Igen. Tudjuk énekelni is. Ne, hát akkor énekeld. Hát egyedül nem. Na? Tudjátok, hogy most miért van ez az adásszünet? Igen. Mert a rohadt egér, rohadt kurzora nem találja a rohadt monitoron azt a rohadt mézga családot. Most az a pillanat szakáll, amikor érdemes lenne aktívan valamit kezdeni. Igen. A szituval. De és ez nem a mosolygás. Megkeresem addig a dalszöveget. Néha légy vidám, egy kicsikét. És mit csinálsz? Miért bögdösöd a képernyőt? Ez figyelj. Pánikban van. Tényleg, hogy a Gyuri nem szól, akkor ott ülsz még most is? Nem, de hát a lemerültegére nem tudok. Nagyon átszelemülten nézte a küzdelmedet. Jó, akkor nem halljátok. A lényeg az, hogy Mézga család kvíz következik a hírek után. Ez a Bocskor. 7 óra 13 perc van, jó reggelt, újra drága hallgatók. Itt vagyunk újra élőben húsvét után, itt van Laci. Jó reggelt, sziasztok. Jó reggelt. Gyuri, itt a jelem. Jó reggelt, sziasztok. Légkondit kérünk, légkondit. Hűtsük csak a showment. És jó reggelt, Gyuri. Jó reggelt, sziasztok. Hello, Anett, jó reggelt, szia. Jó reggelt, sziasztok. Jaj, és miért Szlovénia? Mert még soha nem voltam, és az unokahúgom volt ott síelni, és csak csodákat mesélt róla, hogy milyen gyönyörű hely. És hogy megint tök véletlenül a Gergő is pont arra járt? Nem volt véletlen. De nem volt véletlen? Ez most abszolút tudatos volt. Ki szólt ki ne, hogy nézzétek meg a... Én szóltam neki, hogy akar-e velünk jönni, mert jött az unokahúgom is, és mondta, hogy nagyon szívesen, és akkor így csatlakozott hozzánk. Téged zavarna felszedni az unokahúgodat? Hát figyelj, kicsit furcsának érezném a melyik szempontból? Kire haragudnál jobban? Utálnám a Gergőt. Téged kért meg, hogy mondd el. Na, SMS-ek. Azt mondja, hogy sziasztok, Anett. Más szemében a szálkát is meglátja, a sajátjában a gerendát sem találja. Múlt heti SMS-em után nekünk osztotta az észt, erre Gerivel jár Szlovéniába.
Látod ezt, új hallgató Szabina? Más is bolond, nem csak mi. Tancsapdás, Laci üzente. Oké, okay, hali istenek, Maglódon a körforgalomnál igazoltatnak a rendőrök a Pest felé menőket. Aha. Jó reggelt, Bocskor team. Kicsit később kell indulnom, ezért a ritka helyzet adódott, hogy most csatlakozom be, de itt vagyok a rohadt életben is, vagy Nagykozári. Sziasztok, most ment az Aldi reklám, imádom a zenéjét, lejátszhatnátok ti is. Tomi Veszprémből. Mi az, hogy mi is, hol láttad? Vagy az, én tudom, minek bírom a zenéjét? Ez a Füstli, vagy kicsoda? Igen. Annak van egy olyan zenéje, ami jó. Mármint, amit hogy... a Music FM-ben számtalanszor játszottunk. És az ki? Hát nem tudom, de meg fogom neked keresni, és meg fogom mondani, hogy melyik ez az előadó, mert hogy ez tényleg annak idején, ez 4 órás rotációban. Pár éve. Ez egy külföldi volt. Dal? Igen. És egy magyar vízslégyár megvette külföldi dalt a vízsléhez, és ők azt se tudták, mihez adják a dalt. Hát reméljük, hogy megvette. Meg kell azt mondani. Egy életérzés, hát láttuk a reklámfilmet. Jó, igen. Sziasztok, legjobbak, hajnalban indultam a gyerekekkel a nagyszülőkhöz. Párom, hatalmas rajongótok egyébként, minden nap titeket hallgat még a zuhany alatt is, felkísért minket a vonatra, segített volna lecuccolni, ami ahogy felléptünk, azonnal elindult, és nem volt ideje leszállni. A legközelebbi állomáson leszállt, és visszautazott. Üzenem neki, hogy imádom, és jó munkát, kitartást neki, puszi Evelyn. Nehéz helyzet. Ilyenkor egyébként a vonaton tud jegyet venni, mert nekem ez egy állandó parám, hogy tényleg... Ha fennmaradsz véletlenül a vonaton, igen, akkor nincs jegyed. Igen, hogy megbüntetnek, igen, vagy tudsz venni. De milyen esetben vagy te vonatkocsiban, amikor azt igazából el kéne hagynod? Mondjuk nem szoktam. Szoktál kóvályogni random vonatokon? Igen, ezt a sztorit mesélj már el. Hát álmomban. Nem. Csak de így... értem, itt az apuka nyilván segített a családjának lerakni, igen, a cuccokat, stb. Felpakolni, minden, és a vonat elindult. Érdemes, igen, ezt egyébként nem, hogyha mondjuk 8 óra 14-re van kiírva, akkor nem 13-kor csinálni, de... Igen, igen. Nem, hát azért van amikor kísérek ismerősöket mondjuk a nyugati pályaudvarra, és akkor segítek én is feladni a csomagokat, de hogy én soha nem merek csak így az első lépcsőfokig fellépni, és csak így feladom. És akkor feltuszkolod a hátizsákját? Igen. Biztos el ne induljon a vonat, mert hogy akkor meg fognak büntetni. Na jó, mindegy, én ezen nem izgulok, mert pályaudvart is csak az autóból látok. Gondoltam is rá tegnap a délinél, Gyuri. Igen. Hogy ott szoktál bemenni valahogy ponyva mögé. Mert le van takarva... Ponyva mögé is járok? Hát mert le van takarva az egész déli, mert szégyelik. Ja. Tényleg, nem láttad? Felújítják, tudod milyen szép lesz? Hát szégyelik. Hát most éppen lehet, igen, de igen, jó lesz. Na jó, gyerekek, menjünk át a mi témánkra. Ugye gondoltuk, hogy nagyon-nagyon fincsi lenne tőlünk, hogy így az ünnepek után egy kis kvízzel jönnénk vissza közétek, és egyre nehezebb jó kvíz témát találni, csalódást nem akarunk okozni, rengeteg ilyen portál meg ömleszti most már ránk a kvízeket. Mondjuk mi meg is nézzük rendesen, tehát dolgozunk értetek, hogy a legjobbat válasszuk. Így van, és akkor néha egy-egy úgy fennakad a rostánkon. És képzeljétek el, egy cikket olvastunk egyébként múlt héten arról, és ezért kapcsolódik baromi jól ez a kvíz, hogy valamelyik nap pontosan 55 éve volt, hogy a magyar televízió csupán a baj. Jó. Igen. Hogy van ez a Paprika Jancsis mondat? Meg tudod nézni gyorsan a neten. A Mézga Géza szövegnél, hogy az ilyen többszörös mellékmondatos, ez nem fér bele a gyerek agyamba. Szerintem az bolond, ki téged mindezért Paprika Jancsinak mond. De előtte is van még valami. Hát az biztos. Az hétszentség. Hát nem lehetett volna 3-30-at. Ki téged Paprika Jancsinak mond. Igen? Ne is figyelj oda, mit mond egy főokos. Igen? Szerintem az bolond, ki téged mindezért Paprika Jancsinak mond. Na, ezt gyerekeknek nem lehet csinálni. Minden tolvamondás amúgy. Igen. Igen. Na jó, szóval gyerekek, a lényeg az, hogy Mézga kvíz következik, és szerintem ennek nagyon sokan örültök. Ez mikor is volt? Ez 60-as években már volt Mézga Géza? 68, 70-es, 80-as évek, és egyébként érdekes módon a világon nagyon-nagyon sok országban nagyon szerették. Tehát játszották Csehországban, Szlovákiában, de figyelj, akkor Csehszlovákia volt, ki választotta ezt szét? Szerintem, de igazad van, Csehszlovákia volt. Azt mondja, Csehországban, Szlovákiában. Hát mostani visszatekintés. Igen, Németországban, abból is 2 volt, na mindegy. De Franciaországban, Hollandiában, de még Kubában is. Igen. Az egyetlen Kubában, abszolút. Igen. Igen. Az egyetlen Kubában. Észak-Kubában is. Kuba az annyira vékony sziget, hogy az csak észak. Igen. Tehát, hogy az nincs Dél-Kuba. Ez egy csík. Na jó, szóval, gyerekek,
ki az, aki bírta? Ki az, aki emlékszik mindenre? Én imádtam. Nagyon. Én is imádtam. Én a zenéjét nagyon szeretem, és most is nosztalgikus, de halvány képeim vannak csak magáról, a sztoriról, hogy kik voltak, mit csináltak. Ez látod itt a családot, ugye ez a szűk család. Igen. Az állatokkal együtt. El tudnád-e mondani, hogy hívják őket? Hát ő a Géza ott elől, a Mikro Géza. Akkor aztán... az a Pink Lady ott. Ő akart a Hufnagyer Pistihez menni, igen. Nem? Igen. Uh-huh. Mézga Géza felesége, igen, de ki, hogy hívják? Feleség. Ezt nem tudom már. Mézgáné. Oké, okay, Mézgáné. Van az Aladár, azt tudom. Aha. Igen. A cofos lányt azt nem tudom. Igen. Kutya, macska. Kutyának is volt neve? Persze, meg a macskának is. Blöki. Jó, Blöki, igen, nagyon igen. Jó, és a macska meg Mafia. Oké, okay. Egyébként Paula volt az anya. Paula, tényleg. És Kriszta a cofos lány. Kriszta a cofos lány. Mm. Kriszta tiszta gyagya, mert vizes tényleg, az agya. Igen. Igen. Na most, ugye, egyébként a hangot legendás magyar színészek adták. Bizony. Annak idején, tehát Harkányi Endre, uh-huh. Győri Ilona, Földesi Margit, Haumann Petra és Geszti Péter is. Ugye ő volt az Aladár, de nem azonnal. Hát 68-ban még 4 éves volt a Geszti, akkor nem... Nem, hát ő még nem volt nem. Akkor. Igen. Na, gyerekek, szerintetek miről szólt a Mézga család? Hát ez egy klasszikus szitkom. Hát ami az amerikaiaknak volt élőszereplőkkel, leforgatták, anya, apa, nővér, kisgyerek, meg talán egy állat, szitkom, az meg volt rajzolva. Teljesen ugyanez, ez egy nagyon szellemes sorozat volt, rengeteg humorral, tehát ez volt a magyar szitkom. Igen, és akkor voltak még mellékszereplők, Máris szomszéd például. Na, emlékszem, hogy a dühös kopasz ember volt, ugye? Igen, elmogorva inkább, uh-huh. Igen. Igen, 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 volt ugye, akkor volt a Hufnagyer Pisti is, bár ő csak ilyen mindig megemlítették, akkor volt az MZ Perix. Bizony. Köpöki. Igen, ott sose tudtuk, már máskor is próbáltuk a rokonsági fokot megállapítani, hogy igen. Kinek a kie, hanyadik, ük, per, nem tudom, nem sikerült. Nem. Na és... ez az, amit már nekem nincs meg, hogy volt az űrben lakó ember, és hogy aztán itt mi volt a kapcsolat, valamit küldözgettek egymásnak, csomagokat, vagy mi volt valami? Volt valami, igen. Igen. Mondjad? Jövőben, nem az űrben. Jövőben, volt egy rész, amikor az űrbe mászkáltak. Volt egy, amikor a jövőbe, és volt egy, amikor a földet járták körbe. Jézusom, már ez több sorozat igen. Volt. MZ Perix az gyakorlatilag Káposztás megyeren lakik, csak 2270. Egyébként a Mézga családnak volt nyugati útlevele? Hát figyelj, amikor a Hufnagyer Pistit keresték, akkor jártak nyugaton. Tehát, igen, hogy Amerikába is kimentek. Igen? Igen, igen. És ez nem irritált a kubaiakat? Hát szerintem azokat a részeket kitakarták feketén, és úgy adták le. És a Kubában nagy balhét okozott, hogy a Mézga Gézának útlevele van. Jó, van-e bárki, aki tud egy-egy ilyen szlogent, egy ilyen bemondást a sorozatból? Az Aladár mondta mindig, hogy 1 forintért megmondom. 1 forintért megmondom. Ez volt az állapot. Ez a miért nem a Hufnagyer Pistihez mentem feleségül, ez az egy... Ez megmaradt. Ez megmaradt. Hány éves voltál? Hát 88-ban születtem, akkor ment. Úgyhogy bekapcsolódtam valamikor ilyen 80-as évek végén ebbe a maratonba. Na jó, szerintem kezdjük el, tudjátok, 10 kérdés, ebből 7-et próbálunk itt megfejteni, és most azért lesz az Anetta kvízmester, mert a Gyuri annyira tudatlan, hogy ez nekem külön öröm. Még fel sem tudtam olvasni, annyira. Na. Jó, akkor kezdjük. Igen, mert úgy, amikor gyakorolta a Gyuri, akkor azt mondta, hogy MZ per X. Hogyne? Szakszerű akartam lenni, na. A cofos lány. No. Jó, akkor bele is vághatunk, ugye? Igen. Oké, szerintetek mit jelent az alábbi mondat? Mekerlex. Még egyszer, meg... Mekerlex. Fenyegetés valami. Mekerlex. Mm-hmm. Jó, hogyha... Van három lehetőség. Én tudom, hogy van 3 lehetőség, hiszen kvíz. Olyat csinálok, mekerlex. Jobb lesz, ha mekerlex, külön... Nem. Különben. Ez valami ilyen mozaik szó lehet, ez a igen, megkérlek, igen. Hogy legyél szíves szexelni. Megkérlek, hogy legyél szíves szexelni. Ez jó. Nem lesz este mekerlex, óriási baj lesz. És még nem tudjuk, is. Mi a három. Jó. Megkereslek, Lexi. Megkeresem a lexikonban, vagy megeszem a kerek kekszet. Hát, szerintem a középső, nem? B. Jó, igen, igen. Nagyon jó. Nagyon jó. Következő. Jó, akkor a következő. Hogy hívják azt az eszközt, amivel MZ Perix a csomagokat küldi? Jó, Fox Post. Nem ezen a héten kell játszanunk? Nem, az jövő héten. Jövő héten? Oh. Igen. Jaj, de megijedtem. Jaj, de jó. Ez a promója. Várja, amivel a MZ Perix küldi a csomagokat? Igen, igen, igen.
Neked ezt tudnod kell, szakállas de barátom. Tudom. Táv... Teket, nem... Valamilyen távcucc. Távcucc, az biztos. Szeretek így... Fényposta! Nem az, várjál, nem Gyuri, fényposta. Ez az. No, nézd már. Gyuri, mi van? Valami gyerekkoromban bevillant. Csalt. Kimentél a nappaliba? Nem. Most fejben kisétáltam a tévé elé. Nem mondta, Anett, még azért átnézem a kérdéseket. Oké, és hogyha már az MZ-pedixnél tartunk, akkor milyen nyelven beszél MZ-pedix? Új magyar. Igen, új magyar. És Igen. Megjelenik-e Hufnager Pisti a sorozatban? Hufnager Pisti, de egyszer arcoskodik. Valami nagy autóval megy, nem? Szerintem is egyszer arcoskodik, és akkor a Paula majdnem elcsábul, de aztán az ő Proli Gézájánál marad. Arcoskodik. Igen, egyszer, igazán. Egyszer, ugye, hogy egyszer? Egyszer. Na, igen, köszönöm. Igen. Bár nem látjuk az arcát a sorozatban, mert eltakarja egy kendővel, meg... Hátal jön, betolott a képbe. El is esik. Hány kérdés volt eddig? Na minden, hétig mehetünk. Négy. Hogy hívják Aladár kísérleti egerét? Mi van? Van ilyen. Kriszta. Szerintem Aladár kísérleti egere a nővére. Ezért vizes az agyam. Jó, mondok három lehetőséget. Befőtt, kompót vagy cincin? Hát a cincin elég logikus. Uh-huh. Szerintem is hát az logikus. Befőtt is. És nem? Kompót. És kompót, igen. Igen. Nem is tudtam, hogy volt egere. Igen. Te mi Laci volt? Arra megy, hogy nyerjen? Vagy mit csinál? Igen, mert most egyelőre... Tényleg? Én arra megyek, hogy szórakozzak. Ezért nyitottam meg a Wikipédiát. Mennyi van még? Még kettő. Jó, oké. Mi Máris szomszéd foglalkozása? Ó, Máris szomszéd. Ilyen zaklató, nem? Igen, de biztos, hogy valamilyen valami szigorú hivatalnok. Szerintem államügyész. Nem? Azok rossz kedvű emberek. Nem. AVH-s. Láttál már jó kedvű államügyészt? Sorozatokban. A valóságban nem. A boldog nem. Amerikára gondolj, hanem a szerencsétlen Magyarországra, főleg a komcsi érában. Na, akkor nem. Akkor nem láttam. Viszont jó helyen jársz, hogy komoly foglalkozása köszönöm. Van. Köszönöm. Látszik, hogy egy értelmiségi. Tehát nem bohóc volt a fővárosi nagy cirkuszban, hanem komoly foglalkozása. Nem azzal is foglalkozott, de azzal eltanácsoltak, tehetségtelen volt. De akkor mondja három foglalkozást, nem tudom. Festőművész, nyelvész vagy régész? Régész, biztos. Igen. Kettő. És jön az utolsó. Na. Ki volt Hufnager Pisti? De nem Hufnager? Mindig erre mondod. Hufnager. És ért mondok? Mert könnyebb kimondanom. Most hétfő kedreggel. Mondja ért nyugodt. Hufnager. Mi a kérdésed egyáltalán? Ki volt Hufnager Pisti? Hát a szerető. Tehát az, aki küldte a Paulát Géza előtt. A vágytárgya. Mindig annyit mond Paulának, hogy megkerleksz. Jó, én ugye... De várjál, de nem. De mielőtt diszidált, ő küldte Paulát. Igen. De nem? Mivel... Ha nem diszidál, esélyese lett volna Gézának. Nyilván. Igen. Oké, ez eddig stimmel. De ez mi a kérdés akkor? Az, hogy például egyetemi tanár volt-e, milliómos üzletember, vagy esetleg körözött szélhámos? Ja, hogy a sorozatban? Hát ez egyszerű. Mondd ki, nyerjét. Még körözött szélhámos? Jó, te nyertél. Yeah! Nem körözött szélhámos volt. Hogy ne lett volna körözött szélhámos? Ez milliómos. Hát azt ne, mondta. Ő egyáltalán nem volt milliómos. Van egy-két körözött szélhámos, aki azt jelenti, hogy milliómos. Igen. Ja, tudom. Persze, hát ő egy szélhámos volt. Egy nagyon kemény szélhámos. Neked is van egy Hufnágered valahol a világban? Nem is egy. Ez óriási, ez nagyon jó ez a kvíz. Nagyon, és igen. Még maradt három kérdés. Oké, akkor maradt három kérdés, két versenyzőt szeretnénk, egy fiút, egy lányt, mindig írjátok oda a keresztneveteket is, és persze azért értsetek valamelyest a Mézga családhoz, mint ahogy mi ezt így négyen nagyjából összehoztuk. SMS-ben jelentkezzetek, és lehet bocsis ajándékokat kapni. Igen, írjátok oda a keresztneveteket, és akkor a Gyuri kiválaszt egy fiút, meg egy lányt, és visszaív benneteket, jó? Uh-huh. Oké, 0-20-22-22-122. 3-8 elmúlt egy perccel, ránézik a keverőpultomra, gyakorlatilag majdnem minden lámpa ég. Igen. Ugye? Csaphatjuk az áramot. Na, üzenik, hogy oszlopnak hajtott egy autó a Maglódi úton, alakul a dugó. Na, hát most bajban vagy. Na, akkor mondok mást. Jó. Németi Attila volt Aladár első hangja. Uh-huh. Ő most zongora művész. Ezt sokan írták egyébként. Oh. Ági is a Szegről is. Aztán Kültfénypost. Aha. Oké. Okay. Akkor Köbük
unokái, tehát köb ük unokái, vagy köb ük unokai fokon, na, most már kimondtam. Aha. Egy 30. századi rokon, röviden köbüki, tehát köbük unokai fokon. Aha. Aztán Kriszta, földesi Margit, Aladár, németi Attila, Máris szomszéd Tomanek Nándor, MZ pedig Somogyvári Rudolf. Igen. Ilyeneket mondtak nekem. De mert a Somogyvári Rudolf csak az jut eszembe, mert azt szerintem sokan ismerik a hangját, például a Csengetett Milordban, ő a Lord Meldrum. Például. Hmm? De nem, de egyébként az egy jó figura. Wow. Sziasztok! M3-as autópálya Mátészalka felé Nyírbátor lehajtó után friss baleset, két sáv áll, hatóságok még nem érkeztek, tehát az M3-as autópálya Mátészalka felé Nyírbátor. Igen, köszönjük szépen. Ez annyira friss, hogy még nincs meg nekünk. Na. Oké. Okay. Jó, hát azt ígértük, hogy folytatjuk a Mézga család kvízt, és két jelentkezőnk is van. Először itt van velünk Trixi. Szia Trixi, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt! Hello Trixi, honnan telefonálsz? Mi látogatóban vagyunk itthon, húsvét alkalmában, igazából most Pécsen vagyunk jelenleg. Most éppen Pécsen. Aha, jó, és a Mézga család az mennyire volt meg? Nem tudom, hogy a Gyurinak alig-alig, nekünk nagyon, neked? Én azon nőttem fel. Ugye? A legjobb volt. Többször is. Így van. Többször legjobb is volt. Igen, többször is látta. Nem úgy, többször megnéztük, igen, a gyerekekkel is. Na nézzük az ellenfeled, a Tamás. Szia Tamás, jó reggelt, hello. Sziasztok! Hello. Jó reggelt! Neked milyen a viszonyod a Mézga családdal? Hát figyelj, mai napig is retróba szoktam nézegetni, úgyhogy... Tényleg ez valahol valakinek megvan ilyen bármilyen hordozón? Ezt kiadták DVD-n? Vagy? Nem, meg is délutánok. Ja, YouTube-on nézed, igen, aha. Meg délutánonként bizonyos csatornákon. Lehet ma is látni. Még, tényleg igen, megy olykor? Igen, 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 igen. Na jó van, szerintem kezdjük el. Amelyik őtök előbb mondja a választ, ugye Anett feltesz egy kérdést, és akkor egy picit várunk. Amelyik őtök előbb mondja a helyes választ, azért a pont. Ha nem, akkor Anett elkezdi sorolni a három lehetséges választ, amelyik őtök először csap le rá, azért a pont, oké? Okay? Három kérdés lesz. Jó. Rendben. Oké, akkor indul, Anett. Jó, kénekli ezt a sort a főcímben. Ne is figyelj oda, mit mond egy, ne is figyelj oda, mit mond egy főokos. Paula. Nem. Paula. Nem. Ja, akkor Mézga. Géza. Így van, Géza. Így van, az apa. A Trixi mozdulj rá, hogyha egyet hibázik. Én is női hangra tippeltem. Igen, volna aztán. Igen, énekeltem a föld alatt. Nem, igen. Csak nem voltam benne biztos melyiket. Na nem, igen. Baj, van még. Budapest mely részén lakik MZ per X? Többször elhangzik a sorozatban. Nem Budapesten lakik. De? Én is azt hittem, az űrben lakik. Nem, de a idő. De ő a jövőbeli. Igen, de a jövőben, de Budapesten. Ja, nem ott van a Lacika? De. Nekem is az rémlik. De. Most... Jó, még nem mondjatok semmit. Trixi, Tamás, Budapest melyik részén lakik? Mi kell neked, kerület vagy város részén? Város rész. Aha, tehát ilyen elnevet. Sashalom vagy Mátyásföld, ilyesmi kell. Kelemföld, ilyesmi. Igen. Pasz? Jó, akkor mondja hármat. Mondja hármat. Rákoskeresztúr, Rákosszentmihály vagy Kelemföld? Rákosszentmihályt. Így van. Ó, gyerekek. Egy-egy. Izgi. Oké, utolsó mindent eldöntő kérdés. Igen. Mit felejtettél Mézga Géza minden részben? Lablakot kinyitni. Ó, igen. Hűha. Akkor ezt Tamás nyerte. Tamás, neked küldünk egy bocsizacsit benne, egy baseball sapkával és egy bögrével, és Trixi, neked vigaszul. Mit küldünk, Gyuri? Hát választhatod zacsit csak simán, vagy bögrét, vagy baseball sapkát. Igen, a három közül egyet választhatsz. Egy bögrét kérnék szépen. Akkor. Egy bögrét, oké. Okay. Gyuri, írd már fel, mert el fogod felejteni 10-re. Természetes, annyira... hogy felírom. 10-re, 9-re. Először a papír kemény. Én is felírtam, Gyuri, felírtam. Felírtátok? A telefonszámom megvan Tamásnak is, Trixinek is. Amint előkerül a papír, meg lesz, igen. Igen. Itt van valahol. Oké, búcsúzunk, köszi Tamás, köszi Trixi, keresünk majd. Köszönöm én. Köszönöm. Sziasztok, hello. Na, van még játékunk, és ez egy Hungary Machine lesz.
Igen, a dalszöveges játék, úgyhogy ennyi a dolog. Most ezt fel kell ismerni, hogy ki az, mi az, és hívjatok most. Így van, tehát ne SMS küldjetek, ez csak a Mézgára vonatkozott, hanem most akkor telefonálni kell 0620-22-22-122. Indul a Hungary Machine. És 8 óra lesz 5 perc múlva. Én megfigyeltem a Gyuri munkáját. Tehát rengeteg telefont vett fel, tényleg egy Gloria Estefan alatt fölkapott vagy 30 telefont. És majd sorsolunk. Erre bejön a kezében, azt mondja, üssej valamelyik kezemre. És abban volt az egyikben, volt a Gabesz. Így van. Így. Sorsoltunk. Hello Gabesz, jó reggelt, szia. Jó reggelt, sziasztok. Szia. Na, Gabesz, hogy telt a húsvét? Volt-e ital? Pihenéssel. Ital, szolidan. Jó, és azt kaptad, vagy vetted, ez otthoni volt? Vagy, kaptam még karácsonyra. Ja, hogy az, oké, de most ilyen locsolásért nem kaptál italt. Ja, nem. Locsoltál-e nem, bárkit is? Hát nagymamámat, meg édesanyámat, azt is ilyen szolidan. De helyes. Igen, ők még ragaszkodnak hozzá. Nem tudom, mi ragaszkodnak hozzá. Én anyukámat locsoltam meg a Nóri lányomat. Hát a család öt tagjait azért illik, bár mennyi idős is az ember. Nincs több tagjaitag a családomban. De igazad hát van. Nekem sincs édesanyám, illetve nagymamájunk. Így van, jó van. És milyen kölnit használsz? Én nekem 8 éve ugyanaz, de figyelj, ha nem éri fény a kölnit, nem lesz semmi baja. Esküszöm, ez egy ilyen alumínium flakonban van az enyém, kicsit mangó illatú. Kicsit azt a beszáradt rész körömmeli, lenyomod róla tetejéről, és frankó. Ez egy prémium kölni. Akkor hát én erre nem tudok válaszolni igazából, ami a kezem ügyébe került szerintem. De honnan, a DM-be mész előző nap, vagy hogy csinálod a kezed ügyébe? Hát nem. Benzinkutas? Otthon egy parfümöt megfogtam, aztán. És akkor ennek íródultál. Gyuri, mivel fújt be téged a net? Semmivel, ő locsolt. Egy szódás szifonnal. Uh-huh. De, és akkor ilyen vizes pulóversenyt csináltatok otthon kettesben? Megvolt, igen. Ez történt. Kezdjük el a játékot, Gabesz. Mutatjuk neked a dalszöveget. Hoppá, elment ez a vonat? Mi volt ez? Egy autó mentem. Egy autó. Oké, itt van a dalszöveg. És figyelj, elég csak az előadó, vagy csak a dalcím, oké? Jó, rendben. Tessék. Ez az mindenki, jön a nyaralás, ez itt a Balaton vagy mégsem, az pici, de szagos és elég kínos, hogy olyan, amilyen, hát ez van. Na? Hát beszéltetek most az előadóról szerintem, Getty és a repülők. De. Meg is vagyunk, nagyon jó vagy. Akkor azt is tudod, mit nyertél. Egy bocsizacsit, egy bögrével, meg egy baseball csapival? És gratulálunk. Abszolút. Meg vagyunk. Óriási. Nagyon szépen köszönöm. Neked is, Gabesz, jó munkát, köszi, szia. Köszi, szép napot, sziasztok. Hello. Na. Ő volt Gabesz, amúgy van egy közlekedésünk, ami még nem történt meg, csak félő, hogy megtörténik. Sziasztok, most hajtott fel a Ferihegyi gyorsforgalmi útra egymás mögött 2 szlovén kamion a városközpont felé. Na, ebből lesz ám a kalamajka. Ugye ott a kapu a magasság. Ajjaj. Én nem tudom, hogy ezt nem lehet-e jobban, mert tényleg nem látja valami miatt, meg minden, pedig tudom, hogy jelezve van, és ott vannak ezek a mérőizék, rudacskák, meg nem tudom mi, de hogy ez miért történik újra és újra meg? De amikor megtervez az útját, ezeket ő nem tudja bekalkulálni, hogy lesznek akadályok, amiken esetleg nem jut át a kamionjával. Nem tudom, figyelj, most te tök vakon elindulsz, nem tudom, Prágába, te se tudod, hogy éppen hol férsz el. Persze, de nem vagyok kamionos. Gondolom, ő ért a szakmájához, és meg tudja azért. Hát, igazad van. Vészben nincs benne. Aha. Jó, gyerekek, jövünk vissza, egy izgalmas téma folytatódik, lehet így mondani. Múlt héten beszéltünk ugye arról, hogy a Transfermarkt Szoboszlai Dominik értékét 40 millió euróra tagsája. Nagyon és büszkék voltunk, pláne nagyon. Azok után ugye, hogy összevetésben ugye 20 millióra teszik Ronaldót. 20 millióra teszik Ronaldót, és ugyanúgy 40 millióra, tehát Szoboszlai Dominikkal ugye egyenértékűnek teszik Robert Lewandowski-t, aki a Barcelonában játszik, és ugye elkezdünk azon gondolkozni, hogy mi lehet ennek az oka, és ezt azért teljesen egyedül nem tudtuk megfejteni, nyilvánvalóan az sem mindegy, hogy ki a karrierje
pálya ívének hanyadában tart, melyik csapatnál játszik, stb. Stb. És hát a pillanatnyi formája. Ugye őt most ez a legutóbbi válogatottban rugott, a bolgárok ellen rugott szabadság, nem, mindig szabadságot mondok, szabadrugás gól, repítette 35-ről 40 millióra. És akartunk volna, illetve akartunk is, és kaptunk is tulajdonképpen a Transfermarkt-ról, és ugye, hogy árazzák be a játékosokat, tájékoztatást a Békefi futball munkatársától, sportmenedzserétől, Varga Endrétől. És akkor beszélgettünk vele, akkor sok mindent elmondott erre a Transfermarktról, de aztán volt olyan nem jó ízű megjegyzése azt illetően, hogy magyar menedzserek ugye a külföldi nagy klubok tárgyaló asztalához sem jutnak, elmondta ő. Gyakorlatilag ők maximum alapban tudnak tanácsot adni a játékosaiknak, hogy hol vegyék meg az autópálya matricát. Nem mondott nevet, hogy kire céloz. Picit mégis csak furcsa volt, hiszen Szoboszlai Dominik kapcsán beszéltünk erről az egészről, és aztán keresett bennünket Eszterházi Mátyás, a Dominik menedzsere. Uh-huh. És meghallgatták ők is ezt a felvételt, és azért ezt eléggé bántónak, sértőnek érzik bizonyos magyar futballmenedzserek rész számára, és gondoltuk, hogy meg akar szólalni a műsorban, de nem, azt mondta, nem akar megszólalni, hanem Szoboszlai Dominik apukája szeretne megszólalni, aki ugye alapította annak idején a Phoenix klubot, ahol nevelkedett Dominik, ahol ő edzőként is, de ugye klub elnökként is dolgozik ma, és gyakorlatilag ők hárman, én ugye megnéztem egy dokumentumfilmet róluk, ők hárman egy közös projektet dolgoztak ki Dominik karrierjét illetően, amely egyébként remekül halad egyelőre. Hát igen, azért abból, amit látunk Dominik pályafutásából, azért nem az rajzolódik ki, amit Varga Endre mondott, hogy azért mondjuk a hazai menedzserek mire képesek. Én azt gondolom, hogy mi ne ítélkezzünk, hogy ő ezt kire mondta, nagyon érthető az, hogyha ezt magukra vették, de miután meg akar szólalni, mi örömmel adunk helyet ennek, hogy beszéljen Dominik apukája, Szoboszlai Zsolt a hírek után. 8 óra 14 perc van, itt vagyunk megint, jó reggelt mindenkinek, drága hallgatók, itt van a Laci. Jó reggelt kívánok. És Gyuri is, hello Gyuri. Jó reggelt, sziasztok. Szia Anett, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Na, üzenik a hallgatóink, jó reggelt, el tudnád intézni, hogy Gyuri néha beolvassa a Csömrőre vonatkozó időjárási adatokat, csak ha már úgyis olyan sokat jár oda, köszönetek Pisti Csömrőről. Nem is kell kérni, hát Csömrő mindig a szívemben marad. Bocsi, mi autósok köszönjük a szervnek, hogy a bedugulós 31-es úton Maglónál, a körforgónál még szondáztak. Is normális, kérdezi valaki. Hát figyú, húsvét után mindig ez van, van egy kis máradék alkohol önben, uram. Igen. A hosszúra nyújt locsoló túrát most megfékezik. Igen. Hát főleg úgy, hogy rengeteg itt a sofőrt kaptak el Budapesten a hétvégén. Komolyan? Igen. Megint? Igen. Nem értem, hogy az emberek miért nem tanulnak. Bejelentik előre, hogy szondáztatnak. Ivós ez a húsvéti ünnep. Miért nem tudod ketté választani? Több rendőr van. Bele fogsz futni. Igen. Egyszerűen nem értem. Mert én ismerem a kert alatti utakat, én úgy mentem haza. Na de aki nem, az normális. Gyerekek! Na, gyerekek, biztosan mindenki emlékszik arra, a múlt héten azzal foglalkoztunk, hogy Szoboszlai Dominik transfermártos ára nagyon-nagyon megemelkedett. Ugye ez a magyar-bolgár válogatott meccs után 5 millió euróval egészen 40 millió euróra. És mi szerettük volna tudni, hogy ez az egész Transfermarkt dolog, árazás, ez hogy történik, kik ezek, mi alapján árazzák be a játékosokat, mert ugye Szoboszlai Dominik egyenértékű jelenleg a Transfermarkt szerint Robert Lewandowskival. Az nem kicsiség. Az abszolút nem kicsiség, így van. És ezért kerestünk egy hozzászólót, aki ezt el tudja nekünk magyarázni, és ezért beszéltünk Varga Endre sportmenedzserrel, a Békefi sportmenedzsmenttől tulajdonképpen. Igen, és ő beavatott minket úgy mindenbe a nemzetközi futball átigazolások világában, és akkor itt a nagy mesélés hevében volt egy ilyen furcsa kiszólás. Mi is meghökkentünk, bevallom őszintén, az itthoni menedzserekkel kapcsolatban, azokkal a menedzserekkel kapcsolatban, akik ugye külföldre szerződtetnek magyar játékosokat. És akkor ő valami ilyesmit mondott, hogy maximum a hotdogárust ismerik a nagy stadionokban, de közelebbük nem jutnak, vagy esetleg azt tudják, hogy hol kell a játékosának megvenni egy autópálya matricát, de másban nem nagyon tudnak ezek segíteni, ezek a focisták. És akkor itt mondom, megálltunk egy
egy picit, nem mondott nevet, de miután Szoboszlai Dominikról beszéltünk, kézenfekvő, hogy véletlenül az ő köreire céloz. Igen, hát azért volt ennek egy éle, azt lássuk. Volt éle, igen, abszolút volt éle, és nyilvánul ezt ők is hallották, hogy azonnal hívott bennünket Eszterházi Mátyás, Dominik menedzsere, akivel mi egyébként nagyon jó viszonyban vagyunk, és ő is kérdezte, hogy jól hallotta ezt, amit hallott, mert neki is mondták. Eltelt jó néhány nap, és akkor odáig jutottunk, hogy nem is Eszterházi Mátyás, azaz a menedzser szeretne erre reagálni, hanem ebben a témakörben szót kér Szoboszlai Zsolt, Dominik édesapja. És azért azt tudni kell, én megnéztem azt a dokumentumfilmet, egyébként régen tévében is láttam, most újra megnéztem, ami készült az átigazolásról, és Szoboszlai Zsoltról azt kell tudni, hogy ő a Phoenix Gold FC utánpótlás csapatnak, vagy klubnak, vagy egyesületnek az alapító tagja. Tehát ez egy baromi érdekes történet, három lelkes apuka, csak hogy tudjátok. Három lelkes apuka, Szoboszlai Zsolt, Molnár Csaba és Bolla László, 2007-ben alapították ezt a klubot, mert úgy látták, hogy a hazai utánpótlás nevelésben nem feltétlenül azokat a dolgokat valósítják meg, ami az ő elképzelésük, és rengeteg apuka, anyuka vitte oda a gyereket ebbe a klubba, mert itt valami teljesen más történt. Három apa, három fián is látszik, ugye Szoboszlai Dominikon, Molnár Dominikon és Bolla Bendegúzon. Mert ők már kiskorukban ugye látszódott rajtuk, hogy nagyon-nagyon tehetségesek. És Szoboszlai Zsolt módszerével más szülő is akarta képeztetni a gyerekeit. Uh-huh. Szóval ez egy nagyon-nagyon izgalmas történet. És egyrészt ugye ez az ötlet, másrészt meg az, hogy ezt a furcsa kiszólást erre szeretnének reagálni, ezért itt van Szoboszlai Dominik édesapja, a vonalban Szoboszlai Zsolt. Szia Zsolt, jó reggelt! Jó reggelt, szervusztok, sziasztok! Na, hát bevallom, egy picit mi is meghökkentünk ezen, bár név nem nagyon hangzott el, furcsáltuk, amit ott ugye Endre elmondott. Ti mit vettetek ki ebből a beszélgetésből? Gondolom, hogy ti is hallottátok. Hát igen, hallottuk. Hát nevet nem kellett ahhoz elmondani, de ez nem csak kimondottan esetleg Dominikra vagy Miránk irányult volna. Én azt gondolom, hogy ez mindenki, aki Magyarországon dolgozik ebben a szakmában, és nem tisztán nekem megvédeni bárkit is, de én azt gondolom, hogy a mai világban már nincs ilyen, hogy kikit ismer, mert szinte nem is kell ismerned senkit, akkor is, hogyha van egy tehetséges fiatal labdarúgó, akkor meg fognak keresni azok az emberek, akiknek szükségük van rá a csapatoktól. Szóval itt már nem úgy működik, hogy itt házalni kell a gyerkőccel, vagy a játékosokkal, vagy valami, hanem olyan scout hálózatuk van, és olyan megfigyelő rendszereik vannak ezeknek a kluboknak, hogy egyszerűen el fognak érni, meg fognak keresni, fognak kopogtatni. Egyébként egészen ilyen fiatal korosztályban is, ugye itt beszéltünk a Phoenix FC-ről, tehát a scoutok, a játékos kutatók, azok már ilyen alacsony, fogalmazható így, hogy alacsony korosztályban is kutakodnak és keresnek? Abszolút 12 éves kornál már elkezdik valamikor, már lejjebb is, hogyha meglátnak egy tornán gyerekeket, mert azt ráadásul még jobban nyomon tudják követni az ő fejlődésüket, az ő karakterüket, hogy mi az, ami lehet belőlük majd idővel. Könnyebb nekik is azért a dolog. Hát ez a feladatuk. Igen, azért furcsálom, mert ugye mi régóta tartjuk a kapcsolatot Eszterházi Mátyással, és ugye pont Dominikkal kapcsolatban ugye felmerült a neve nyilván az Salzburggal kapcsolatban, na most Mátyás, ugye ő a menedzser, ő mikor kapcsolódott be a család életébe? A Dominik kapott egy meghívást az U15-ös válogatottba fél évvel mielőtt betöltött ez al. Az egy évvel idősebb 99-es korosztályhoz kapta, Dominik 2000-es születésű, és a Telkiben játszottak egy edzőmérkőzést Svájccal, és ott kapcsolódott be, úgymond vehetjük, mert ott beszélgettünk a leváltón először, és onnan indult ez az egész.
Na most ez akkor úgy néz ki, hogy Mátyás ott ül, a tribünön nézi, megállapítja, nagyon jó, nagyon tehetséges, és utána téged, mint apukát és edzőt megkeres, és azt mondja, bemutatkozik, és azt mondja, szeretnék foglalkozni a fiával? Igen, de mi már előtte ismertük egymást, ja, mert mi már kerestük őket, hogy nézzenek rá a klubunkra. Ugye mi szerettük volna, hogyha ezt a kis klubot valamilyen szinten menedzselték volna, hogy az innen kijövő úgymond tehetséges gyerekeknek az útját egyengette volna akár a Mátyás, vagy egy menedzser iroda. Akkor még nem volt konkrétan, hogy pont a Mátyás. Mert ez egy nagyon rendhagyó klub, tehát itt jól mondtam, ugye, hogy három apuka döntött úgy, hogy csinálunk valami mást utánpótlás nevelésben, mint az eddigiek. Igen, jól mondtad, hárman kezdtük el ezt az egészet, és kettőször minden stimmel 2007-ben. Akkor úgy döntöttünk, hogy elindulunk más irányba, ugye. De mi ez a más irány? Tehát mi az, ami, vagy én most úgy vagyok, hogy nem tudom, egy gyermekem van, egy fiam van, szeretném, hogy futballozzon. Nyilvánvalóan az ember azt gondolja, akkor beírhatja valamelyik klubba, vagy valamelyik akadémiára, amelyben van hozzá tehetsége. Mi az a más irány, amit ti egyrészt hiányoltatok, és aztán megvalósítottatok? Például a mennyiség. Ha már így nagyon-nagyon lesarkító dolgot, mennyiség. Szóval, hogyha az ember kicsit leül és elkezd matematikázni, akkor azért egy elég komoly szám jön ki, hogy például nyáron, amikor nyári szünet van, ugye vége az iskolának, nagyon sok helyen, például 2007-ben még a egyre több, vagy hát hogy nagyon sok egyesület ugye fogta és vége az iskolának, és elengedte a gyerekeket nyári szünetre, mondta, hogy majd augusztus 1-én kezdődik, akkor ugye a gyerekeknek volt egész évben volt téli szünet, ott megint csak időjárási viszonyok, megint csak betegség, nagymama. Szóval végére kiért azt, hogy 6 hónapot, és akkor nagyon kicsi számot mondtam, 6 hónapot egy gyerek labdába se rúgott. Aha. Most ezt egy 12 éves képzés alatt, ezt kiszámoljuk, ezt a 6 hónapot, ez egy cudar egy szám jön ki, ami azt jelenti, hogy annyival hátrányban vagyunk például egy nemzetközivel kapcsolatban, vagy egy olyan országgal kapcsolatban, ahol mondjuk reggeltől estig fotballoznak a gyerekek. De egyébként bárki beiratkozhatott a Phoenixbe? Tehát ez egy befizetős rendszer. Ez egy ugyanaz. Igen, ez egy ugyanaz. Nyitott egyesület volt. Annyi, hogy válogattuk a gyerekeket. Szóval nagyon sok helyen pontosan az is probléma volt, és ezzel biztos, hogy nem örülnek emberek, hogy a gyerekeket ki kell válogatni, és meg kell próbálni hasonló szintű gyerekeket képezni. És akkor a többiekkel? A jót a jókkal, aki még nem tartotta, azokat is egyben kell, mert ugyanis hatása van egyik a másikra. Na most ugye jelenleg a mostani legutóbbi válogatott mérkőzésen a magyar válogatottban hány olyan játékos volt, aki a Phoenixben nevelkedett? 3. Ez az elképesztő arány. Igen, a Bola Bendegúz, ugye a Dominik és a Csobot Kevin töltött el nálunk időt. De ez egy hihetetlen arány. Hát igen, mi is büszkék vagyunk rá, hogy három ilyen gyerkőc bemutatkozott a válogatottban, ugye azt tudni kell, hogy a Csobot Kevin az nagyon fiatal, ugye ő Pécsen nevelkedett, úgyhogy itt azért a Pécsnek is nagyon nagy szerepe van ott az elvégzett munkájában. És hát maga az egészre elég, én azt gondolom, hogy nagyon komoly számaink vannak, mert azért csak van 9 NB1-es játékosunk jelen pillanatban, és 12-14 korosztályos válogatottunk. Na, Zsolt, most túl azon, hogy azt mondtad, hogy egy másik klubban, ugye nyári szünet, nagymama, stb. 6 hónapot labdába se rúg, vagy csak annyit focizik egy gyerek, de ezen kívül mit csináltok még más? Tehát, hogy a más a más kép nézi, én teljesen laikus vagyok, teszem hozzá. Más milyenek az edzések? Más az elvárás? Más szemmel látjátok őket? Másképp válogattok? Valami biztos, hogy másképp csinálunk, másképp válogatunk, vagy más dolgokat csinálunk. Nem, azért túlnyomó többségben nincs olyan nap alatt, szóval azért
kár azt gondolni, hogy valaki eljön a Phoenixhez, adok neki egy piros csokoládét, és attól megváltozik minden. Ez nem így van. Ha feltaláltuk volna ezt a csokit, én lennék a legboldogabb, mert akkor mindenkinek tudnék adni belőle. Nem erről szól a történet, hanem eleve tényleg arra visszavezetve, hogy az az érintésszám, képzeld el, hogyha 6 vagy 12 hónapig nyomja a gyerek, az már olyat nyom alatba, hogy az hihetetlen. Akár technikailag lesz ügyesebb. Meg lehet, hogy a kiválasztásnál másképp gondoljuk. Szóval nagyon sok olyan mérkőzést játszottunk, ahol meglepődve fogadták a szülők is, meg mi is, hogy úristen, mekkora gyerekekkel. Szóval próbáltunk nem azokat a gyerekeket, persze, hogyha valaki ügyes volt, és tehetséges volt, akkor nem számított abszolút, hogy mekkora gyerek volt, de nem azokkal a gyerekekkel versenyezni, akik 185 centi volt már 13 évesen, meg 12 évesen, és 80 kiló, és akkor átgyalogolt a többin, hanem próbáltuk inkább a játék oldalára megközelíteni ezt a dolgot. Világos. Na most nagyot ugrunk, és majd szeretném, hogyha a hírek után tudnánk folytatni a beszélgetést, csak visszatérve itt az eredeti vitára, ahogy ugye itt azt állítja az úr, Varga Endre, hogy a magyar játékosok, tehát most azért ugrunk nagyot, mert mondjuk olyan helyzetben és olyan szinten van egy-egy játékos, aki már esetleg külföldi csapatokat is érdekelhet, hogy a menedzserek nem jutnak komoly tárgyaló felek közelébe, komoly tárgyaló asztalhoz. A ti esetetekben ugye a Salzburg volt az első ilyen csapat. Igen. Ez hogy zajlott? Ott ültetek velük egy asztalnál, vagy sem? Abszolút ott ültünk egy asztalnál, szóval én ezért nem is értettem ezt a felvetést, hogy nem kerülnek oda, de bármilyen asztalhoz oda kerülhet bárki. Fontos a termék is. Ugye most jelen pillanatban játékos, hogy milyen szinten van, de én azt gondolom, hogy most már mindenkinek megvan az a kapcsolatrendszere itt Magyarországon is, ahol nagyon komoly emberekkel és nagyon komoly asztalhoz lehet leülni. Nem megbántva őt vagy bárkit, azt, hogy most a takarító neve vagy a hotdogárussal kell beszélgetni, ezt nem hiszem. Képtelenség. Zsolt, megengedhet, hogy visszahívunk a hírek után, és még egy picit beszélünk arról, hogy mi a munkamegosztás nálatok, te mint apa, Mátyás mint menedzser, ugye Dominik mint játékos, hogy néz ki ez a hármasotok, oké? Rendben. Oké, hívunk nem sokára, hívjuk Szoboszlai Zsoltot. Szia, szia! Izgalmas. Egyébként tudod, mi a jó? Laikusként kérdezni. Mert annyira nem vagyok ilyen futballszakértő, hogy tényleg érdekel a dolog, hogy ez az egész ez hogy működik. Hát ezt nem fogjátok elszakmázni, az látszik. De nem, nagyon izgalmas, és nagyon kíváncsi vagyok erre egyébként, hogy hányan dolgoznak egyébként ezen a területen. Tehát mi Mátyást ismerjük, biztos van még egy-két olyan menedzser Magyarországon, aki azért érdekes, meg fönn van a nemzetközi pályán, és hogy egyáltalán hogy lehet valaki ezt kerülni, hogy érdemes, ők hogy választották Mátyást? Igen, na jó van, hát jövünk vissza. Akkor is hívjuk Dominik apukáját, Szoboszlai Zsolt. 39-1 perc múlva is folytatjuk a beszélgetést. Az apropón már túl vagyunk, de mégis egy csomó érdekes dolog merült itt fel, és rengeteg kérdésünk van még. Itt van velünk Szoboszlai Dominik édesapja, Szoboszlai Zsolt. Szia, Zsolt! Sziasztok! Na, egyébként nagyon-nagyon érdekes, úgy rengeteg érdeklődnek a Phoenix iránt. Valaki kérdezi, hogy alacsony termetű játékos felvesznek-e a Phoenixbe, nem tudom, erre lehet-e válaszolni érdemben. Ez természetes, szóval nincsenek olyan kitételek, hogy ki mekkora, hanem hogy milyen ügyes. Igen, egyébként itt dicsérik is, azt, hogy a 24 éve focizom amatőr szinten és saját bőrömön tapasztaltam, hogy mi a baj a magyar képzéssel. Nem hozzáértő, a gyermekek fejlődését szolgáló edzők vannak, hanem olyanok, akik eredménykényszer alatt dolgoznak. Holott arról kellene szólni az egésznek, hogy tehetséges, technikailag képzett játékosokat képeznek, akiket hamar be lehet dobni a mély vízbe, és felnőtt csapatba, a Phoenix pontosan ilyen. Spanyol, holland iskolát alkalmaznak, sok érintő, sok labda, a taktika, fizikális része csak ezek után jön. Nincsenek milliárdok a klubban, hanem az emberi tényezők fontos náluk, az, amit az edzők képesek átadni a gyereknek. Ezért is hívják a klubot műhelynek, ahol ennyi extra labdarúgót képeztek ki, üdv Peti. Tehát egy hallgatónk ezt írta veletek kapcsolatban.
Na, beszéljünk egy picit. A futballvilágban nagyon jellemző az, hogy az apuka nagyon támogatja, és nagyon-nagyon sokáig jelen is van az aktív futballista életében. Itt van, mit tudom én, Özil példája, vagy Neymar példája, hogy nálatok, hogy van a munkamegosztás? Ugye Mátyás, illetve kérdezem, Mátyás viszi a futballklub ügyeit, Dominik futballozik. Te hol vagy ebben a háromszögben most? Hát azt gondolom, hogy nem is olyan egyszerű ez, de szerintem mindegyikbe. Hát azért a fociban nem tudok már belefolyni, ugye, mert az tényleg csak kimondottan a Dominik feladata, hogy letegyen valamit az asztalra. De nem is szoktál? Tehát egy meccs után nem szoktál vele szakmailag beszélni? Természetesen. De csak utána, miután megkérdeztem, hogy mit mondtak neki, hogy mit kell csinálni. persze, beleesik abba a hibába sajnos az ember, és köztük én is beleestem. Nagyon sokáig volt ebből vívásom, és utána kellett rájönni, hogy hát ez nem is így működik, ez a dolog, hogy ugye, amit látsz egy mérkőzésen, vagy amit kérnek tőled, a meccsen. És ugye nem mindig volt nekem tiszta, hogy ez miért történik ez a pályán, ami történik a Dominika, és ugye az én szemszögemből, meg amit én szerettem volna látni, elkezdtem esetleg szapulni a gyereket, hogy hát te hülye vagy, mit csinálsz, miért így csinálod, miért úgy csinálod, és mondja, hagyjál már békén, hát semmi köze ahhoz, amit kértek hozzám, amit kértek tőlem, én azt megcsináltam. Egy csapaton belül, csapatszerkezeten belül, vagy taktikai dolgot, vagy bármi olyan dolgot. Mert ha valaki azt próbálja meg mondani, akár amit én is szoktam, hogy esetleg ott rossz döntést hozott, az egy megint másik dolog. Mert döntéseket kell hozni a pályán, a másodperc tört része alatt. Az egy dolog, mert ugye nincs egyforma szituáció, mindent kivitelezni kell. Szóval elég nehéz azért, egy elég összetett innen kintről, ahogy szokták mondani, ugye a fotelból, ott rohadt könnyű, hát bármikor beleállsz, bármilyen játékosba, nem csak a Dominikba, hanem a világon bármilyen játékosba, hogy a Messi miért döntött, vagy a Ronaldo miért döntött, ugye ott a pályán kell dönteni úgy, ahogy, és hogy a döntéseknek a 80%-a, 90%-ának jónak kell lenni, mert akkor fog kikerekedni egy mérkőzés. Na most megvárom, megkérdezem, mit mondtak, mit kértek, és akkor ahhoz képest próbálom összerakni a képet, hogy mit láttam. Mit kértek, mit láttam, és akkor utána tudom mondani, hogy hát, bocs, igazad van, tényleg, hát hogyha ezt kérték, akkor azt tökéletesen megcsináltad, vagy teljesen más csináltál. Aha. Egyébként visszatérve a magyar válogatott mérkőzés a bolgárok ellen, amikor lehelyezte ott a szabadrugás pontjára a labdát, te tudtad, hogy ez fog történni, ami után egy ország állt föl a kanapéről és örjöngött? Hát, de jó lenne, hogyha tudnám minden egyes ilyen szabadrugás után, mi fog történni, fenéket. Semmit nem tudtam. Azt tudtam, hogy hát el fogja lőni, hát meg hát eleve az, hogy tudom, hogy milyen technikával rendelkezik, rugó technikával rendelkezik. Hát innentől kezdve az, hogy ha kaput találsz, azért az egy már fél siker, de hát nincs ebbe se új 50%, vagy nem. Na, akkor térjünk vissza erre a háromszögre, Zsolt. Tehát ugye ott van a játékos, ott van Mátyás, ott vagy te. És ugye hát a legutóbbi váltást azt ugye láttuk a Salzburgból a Lipcsébe, ami egy logikus váltásnak tűnik, főleg az osztrák Bundesligából, a német Bundesligába, a Red Bull, tehát ebbe volt valami, ez egy nagyon-nagyon okos, megfontolt lépés volt. Hogy nézett ki hármotok között ez az a beszélgetés a klubváltást illetően? Tehát érted, amit kérdezni akarok? Tehát egy asztalnál ültetek, volt-e más vélemény? Tehát ez hogy zajlott? Abszolút minden. Azt tudni kell erről, már ezelőtt is elmondtuk, hogy minden egyes döntés így zajlik, hogy Mátyás meghozza a lehetőségeket, mert nem házalunk, nem fogunk házalni a Dominikkal. Ha a Dominik élete végéig a Lipcsében fog futballozni, akkor ez a szintje valószínűleg, és itt fog futballozni, és nem dőlünk a kardunkba. Ezt tudomásul veszük, és ebből próbáljuk kihozni a maximumot. Ha a Dominiknak lesznek lehetőségei, akkor azt leteszi az asztalra szépen, és akkor elkezdjük pro-kontra kiszárni azokat a dolgokat, hogy mi az, amire a Dominik alkalmas, mi az, amire neki a legnagyobb szüksége van, mi az, amit úgy gondolunk mi, hogy meg tudja ugrani, és nem egy nagy lépcsőfok, amiről visszaeshetünk, és szépen így épül fel, és mindenki elmondja a pozitív-negatív véleményét, amit gondol, amit lát, amit tapasztalt, és a hármunk véleménye alapján a végén
ki fog jönni az, hogy akkor ebbe az irányba megyünk. Ez így történt a Lipcsével is. Ebben a dokumentumfilmben, amiről beszéltem, azt hiszem Sport egy, vagy nem is tudom már hol ment. Most belenéztem újra. Itt volt egy szó, egy kulcs szó, azt hiszem, hogy a te szádat hagyta el, hogy közös projekt. Ez a közös, ez picit azt sejteti, mint hogyha a fejetekben lenne egy íve Dominik karrierének. Van ilyen? Van. Soha nem akartunk a Dominika nagyot ugrani, mert tisztában vagyunk azzal, hogy oké, hogy kivételes, hála jó Istennek, soha nem szoktam így a Dominikról beszélni, de kivételes tehetség, de ezzel is csínyán kell bánni, mert azért látunk a piacon olyan játékosokat, akik bevállalnak olyan dolgokat, amitől összeropal a játékos. Hogyne. Akár mentálisan, vagy fizikálisan nem bírja. Azért ez egy, szinte mondhatnám azt is, hogy egy tervező asztalhoz leülve ez volt építve ez az egész történet a Dominiknál, mert nem történhet másképp, szóval... És eddig mind a terv szerint halad, ugye? Eddig hála jó Istennek ígérlés kapok amúgy gyorsan. Nem biztos, hogy minden játékos alkalmas például a Premier League-re, vagy alkalmas a spanyol ligára, vagy szóval ezeket is figyelni kell, ötvözni kell ezeket a dolgokat, hogy mi az, ami benne van, mi az, amiben fejlődni kell ahhoz a ligához, és akkor így tevődik össze ez a dolog a fejünkben, és utána meg ugye elmondja mindenki a véleményét, és akkor kimondjuk az ítéletet úgymond. Ez egy demokratikus döntés, vagy egy ember dönt? Nem, demokratikus, abszolút. Szóval engem is meg, én fafejű vagyok. Viszont engem meg lehet győzni bizonyos dolgokkal, vannak fenntartásaim, ugyanez hála Istennek a Dominik, hát úgy néz ki, hogy az alma nem esik messze a fájától. Ő is egy olyan típus, ugye a Matyi meg hát eleve csinálja a dolgát, mert ő neki ez a dolg, hogy tálalja ezeket a lehetőségeket, elmondja róla a véleményét, és ő szerinte mi lenne a legideálisabb. Egyébként Dominik futball utáni életét is tervezitek? Már, pedig ugye nagyon korai, ha igen. Mindenféleképpen, de legfőbbképpen a foci rendezi a következő életét, vagy éveit, mert azt gondolom, hogy aki benne van tartósan ilyen magas szinten a labdarúgásban, az szerintem ebbe az irányba fog elmozdulni a futball irányába. Én nem látom benne, hogy ő például egy edző lenne. Nem tudom elképzelni, pedig szeret, amikor visszajön például a klubhoz, akkor a gyerekeknél tök jól el van ott edzésen, meg próbálkozik. De azt gondolom, hogy lehet, hogy esetleg egy sportvezető azokkal a kapcsolatokkal, ami neki van, szóval azért most jelen pillanatban Dominik olyan játékosokkal találkozik, olyan játékosokkal fotballozik, akik előbb-utóbb, ők is befejezik, és valahol ambiciózus sportvezetők lesznek. Szóval olyan kapcsolatrendszer tud kiépíteni, hogyha okosan csinálja, ami azt gondolom, hogy egyedülálló lesz Magyarországon. Jó, és akkor ne is menjünk ennyire előre. Egy valami, ezt nyilván ti is olvassátok, halljátok, mi is hallottunk olyanokat, hogy olykor szándékosan dobnak be csapatneveket. Itt most ugye Dominik kapcsán felmerült a Chelsea, épp úgy, mint hogy a Bayernhez kéne mennie, mert ott van egy magyar kapocs, ilyesmi. Ez nálatok téma-e? Hülyeség. Ez volt a másik dolog, amire akartam reagálni. Hát az a világbaromsága már, bocsánat. Hát miért jó az, hogy bedobálnak 88 klubot, és utána a hülyén néznek rá, hogy meg elkóstolgatják az embert, hogy na, ez se vitt el, az se vitt el, mert most hallgatók, nézők, teljesen mindegy, az emberek nem látnak be az egész mögé. Én szerintem nincs ilyen. Nálunk biztos, hogy nem, de én bízom benne, hogy a többieknél sincsen az, hogy most szándékosan bedobálják ezeket a dolgokat. Ha felhozzák, akkor a klubok hozzák fel. Szóval azért a cikkek is úgy történnek, hogy valahol felreppen valami, és az itthoni sajtó átveszi ezt. Szóval mi egyetlen egy sajtót nem keresünk meg, hogy figyelj, dobjátok már be, hogy egy cserdés akarja vinni hátra. Ez hülyeség. A rosszabb se akarja hallgatni az okosságokat. Jó, mert aztán volt itt, pont most olvasom, hogy ugye Salai Roland apukájának volt egy, hát mondjuk nem szerencsésen sikerült kinyilatkozása, ahol a Freiburgban ugye Roland edzője annyit mondott, hogy senki nem tehet arról, milyenek a szülei. Ezt olvastad, nem? Igen, olvastam. Hát szerintem az edzőtől is hülyeség volt ilyet nyilatkozni, mert nem tudhatja, hogy mi áll a háttérben. Lehet, hogy ezzel a kis nyilatkozatával
mint édesapa, most nézzük úgy. Hát igen, ezért mondom neked, mert te édesapaként hallgatod. Igen, mint szülőként azt, hogy a fiad nem játszik, vagy ilyesmi. Lehet, hogy egy kicsit elhamarkodott volt, de valamilyen formában igenis nem csinált vele bajt, hogy kinyilatkoztatta, mert ha csak azt elérte, hogy az edző foglalkozott vele egyszer, és hogy ez miért történt, rosszabb helyzetben nem kerülhetett a Roli. Ebben igazad van. Sőt. És az edző nem is bántotta ezért. Nem, én abszolút. Hát felhívta a figyelmet arra, hogy a gyereke szeretne többet játszani, mert ha nem, akkor szeretnének távozni. Annyi, hogyha ezt leegyeztetik, és úgy történik ez a nyilatkozat, megint más képe van, így most mindenki azt gondolta, hogy az apuka, az oroszlán most neki esett az edzőnek. Ami teljesen normális. Megmondom őszintén, nálunk nem volt egy nyilatkozat, de én sérültem, amikor a Tedeszkóra nem játszott, csak keveset. De akkor csak tűrtőztetted magad? Hát valamikor kell, igen. Valamikor meg... Zsolt, még órákig beszélhetnénk, egy utolsó kérdés, hogy neked van-e egy álom íved Dominikát illetően, tehát most én csapatokba gondolkozom, ami most csak egy apai álom, hogy jaj, de jó lenne, ha mondjuk ebben meg amabban a csapatban játszana még a következő 12 évben. Van-e ilyen a fejedben? Abszolút, hát ugye minden szülő, de én nem sok nyilatkozatomban benne van, hogy gyereket se engedtem álmodozni, hát én se fogok. A száraz tényekre próbálunk, és hogy hova érhet el a Dominik. Én azt gondolom, hogy azon a szinten van most, jelen pillanatban, ahol már csak egy ugrás, egyetlen egy lépcsőfok van vissza, abban 8-10 top csapatban, akik vannak a színen, és bízom benne, hogy valamelyiket meg fogja tudni ugrani, és ezeknél a csapatoknál fog tudni játszani. Szándékosan nem mondasz csapatot, ugye? Nem akarok már csapatot. Hát, ha valaki szemmel követi, vagy figyeli a focit, akkor tudja, hogy melyik 8 top csapatról beszél az ember. Meglátjuk, hogy mi sikerül, mit hoz ki a Dominik magából, mert már majdnem csúnyát mondtam, hogy én mit csinálhatok, de attól függetlenül a gyereknek a produktuma számít. És még itt, bocsánat, visszakanyarodnék én viszont arra, hogy csak egy példát, hogy ki kivel tárgyal, szóval azért elég sok, hála Jóstának egyre több magyar játékos megy külföldre, és ott azért sportvezetőkkel, sportigazgatókkal tárgyalnak, mert azért, hogyha akár a Bundesligába kikerülő Sallai Roland, vagy a Séfi, vagy a Dominik, csak a hoddogárussal beszélt volna, akkor lehet, hogy lenne nekünk is 2-3 standunk ott kint, meg a többieknek is. Úgyhogy ezekkel a sportvezetőkkel lehet tárgyalni. Csak egy példa, hogy amikor mi is beszéltünk, olasz csapat, szóval mindenki ki fogja találni, amikor egy asztalnál ülök a Maldinivel én, mint apuka, akkor azért szerintem a menedzserek még magasabb szintekre el tudnak jutni. Igenis, tudnak ezek az emberekkel beszélni, hát ők is emberből vannak. Én azt gondolom, hogy ti egy nagyon jó hármas vagytok, Dominik, te és Mátyás így együtt, és kívánjuk a legjobbakat és a legnagyobb sikereket Dominiknak, mert tényleg fantasztikus nézni a játékát, és ti meg nagyon-nagyon rendben vagytok, Zsolt. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszi szépen, szia! Köszönöm, szia! Szoboszlai Zsolt! Okosan csinálják. Gyerekek, nézzétek meg ezt a filmet, ezt a riportfilmet, ez az átigazolásról szól, ugye az Salzburgba, tök rendben van mindenki. Uh-huh. Jó volt, ez izgi volt. Igen. Jó, hát elmarad a hangcsapda, ami megmaradt amúgy is, tehát van még egy napotok törni a fejeteket ezen. Persze, de hát a változatosság kedvére kis focival folytatjuk. Egy kis focival folytatjuk Horthy Gáborral, és ő meg abba a sztoriba akar bennünket bevezetni, beavatni, ami arról szól, hogy Gazdag Dániel, ugye magyar válogatott játékos, aki a Philadelphiában játszik az Egyesült Államokban, és egy mexikói klub ellen volt valamilyen tétmérkőzés. Valami miatt a mexikói szurkolók megorroltak rá, és azóta folyamatosan, sokak szerint nagyon komolyan vehető, halálos fenyegetéseket kap. Igen, és a közösségi médiában is, de ha mexikóiaktól kapsz halálos fenyegetéseket, az nem jó. Még itthon ülve sem jó érzés. Postai levélbe se, de közösségi médiában, ott tényleg durva. Így van, és arról beszélünk majd, hogy mennyire kell komolyan venni a szurkolói haragot, mondjuk így. Mert ugye voltak ebből már nagyon csúnya dolgok is, és még egy ennél sokkal vidámabb történet. Akinek? A lengyel játékvezetői stáb.
Ja igen, mentek Görögországba a Szuperligára, hogy majd mi ott bíráskodunk, csak az a baj, hogy megszaladt a fafados járaton, megszaladt az úzó odafele, úgyhogy már reptéren egy nagyon vidám lengyel gárdával találkoztam. De aztán nem is mentek ki a meccsre, ugye? Nem, eltűntek. Eltűntek. Jó, Horthy Gábor ezeket a sztorikat hozza mindjárt. 9 óra 14 van most. Jó reggelt minden hallgatónak, minden Lacinak. Hello, Laci. Jó reggelt kívánok, sziasztok. Gyuri, jó reggelt. Sziasztok. Ott a másik Lacika, igen. És Anett, hello, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Sziasztok. Na, valaki nagyon-nagyon dicsérte a riportot, Szoboszlai Zsolttal nagyon-nagyon szépen köszönjük. Akkor Gabesz vagyok, a mai Hungary Machine nyertes, nem mondtátok, hogy Gyuri fog-e hívni, és ha igen, mikor, ha nem venném fel, akkor motoron ülök, mert dolgozom. Esetleg bemehetek a bocsizacsért személyesen, előre is köszi a választ, legyen szép napotok. Nem, Anett fog hívni, nem lehet bejönni, mert fenyegetve érezzük magunkat. Tehát, hogy... Ez néha látszik az arcunkon. Covid, nem? Ez még mindig COVID, lehet, nem? Ki tudja, milyen fazon vagy. Igen. Hogy bántani akarsz minket. Legfőképpen ez. Meghát ez egy munkahely. A Gabesz munkahelyére sem mászkálunk be mi, hogy megjöttünk. Igen. Újpesten a Baross utca és a Mildenberger utca kereszteződésében két autó ütközött, és alakul a dugó. Igen. Jó hírem is van. Azt mondja, sziasztok, jelentem a gyorsforgalmi úton nyoma sincs szlovén kamionosoknak, tehát hogyha ez nem okozott, akkor azóta már hallottuk volna róla, tehát akkor ez semmi. Illetve M6-os jobb 41-es kilométertől Pécs irányában mozgó terelés van, elválasztóban a munka folyik, óvatosan, köszi. Igen, hát tele vagyunk ugye útépítéssel az ország minden részén. Tehát erre azért számítani. Jó, na... Kedves Bocskortim, fantasztikusan szép napot és kellemes hetet kívánok nektek. Jó, hogy újra itt vagytok az éterben, élőben. Üdvözlettel, Imi a targoncás. Kislányom is hallgat benneteket, egy köszöntést mondtok neki, Zoénak hívják, Tisza Kécske. Előre is köszönöm, ha bemondjátok, sziasztok. Zoé, hát üdvözlünk Tisza Kécskén. Igen, de Zoé olyan szép név. Nagyon. Gyönyörű. Igen, három betűvel nem lehet szebbet alkotni, mint hogy Zoé. Nem? Mondj egyet. Próbálkoztak, egyébként van olyan is, hogy Noé. De nem olyan, mint az Zoé, ez tény. Ezt be kell látni. Nem is, a Noé férfi név, nem? És mégis olyan nőies. Ne, én nem tartom, nem mindegy. Nem tartod nőiesnek? A Noét, mint nevet. Nem. Te a DM-ből mit adnál egy Noénak a kezébe? A DM-ből? Uh-huh. Egy Noénak? Én tampont. Jó, azért a nagy esélye bárkinek. Hát nem tudom. Te mit adnál? Szerintem egy citromos ilyen XXL kiszerelésű domestoszt. Hát mit? Jézusom. Nem tudsz így azonnal aszociálni, hogy most, na jó, mindegy is. Na, ez nagyon profinak tűnik, neveljenek még sok tehetséges hazai labdarúgót, akikre végre ennyi hosszú év után büszkék lehetünk, és nem csak az aranycsapat dicsősége jut nekünk itt a 21. században. Végre valami pislákol, ne engedjük kialudni Dominiknak és a csapatnak. Ez nem tudom, mit akar itt mondani, de a lényeg az, hogy te kilás valami ilyesmit. Mondom, jó. Sok sikert. Nem, furcsa betűket írt oda, nem tudom. De ilyen, tehát pozitív volt. Pozitív furcsa betűk. Igen. Na jó van, gyerekek, hát maradunk a futballnál, jöjjön a Gábor. Valaki így csinálja. Kovács passzol, Kese támad, és gól. Valaki így. Ó, mekkora lukat rúgott! És ott egy lövés, gól! Mekkora házi buli! Ilyen egy igazi entertainer. Horthy Gábor. Szia Gábor, jó reggelt! Jó reggelt, szervusztok, napsugaras, jó reggelt mindenkinek! És az szia. Van, valóban napsugaras, tényleg gyönyörű. És jól is vagytok. És nagyon, meg minden. Ez az. Gáborom, vágjunk is bele, mert eldumáltam egy-két percet. Ez nagyon ez rémisztő, amit itt Gazdag Dániellel kapcsolatban lehet olvasni. Mi van a háttérben? Ez nagyon kemény. Játszottak egy bajnokok ligája, egy dél-amerikai bajnokok ligája mérkőzést a Guadalajara csapata ellen, és ezt Philadelphiában játszották, és 1-0-ra győzött a Union. És ráadásul a Gazdag rúgta a gólt a 89. percben, a legkellemetlenebb időpont, mert akkor már nem nincs lehetőség, hogy egyenlítsenek, vagy valami csoda folytán esetleg bírói csalás miatt. És hát a Gazdag, gondolom ezek a játékosok azért, tehát, hogy csipkedik egymást mérkőzés közben, és oda ment az egyik vendégfutballistához, egy mexikóhoz, és így belenevetett az arcába. Na most ehhez képest, vagy hát nem ehhez képest, erre jött egy üzenet, hogy az emberek már figyelnek, hol fog megszállni a csapatotok. Amint kiszálltok a buszból, két 22-es kaliberű golyó megy át a testeteket. Ez a konkrét, nem? Hát. És mivel ez mexikói
telephelyről érkezett ez az üzenet, hát ott azért, hát hogy mondja, nem egy Liechtenstein. Tehát nem egy... Guadalajara nem egy Liechtenstein. Igen. Tehát jó, de sok érkezett, de ez az ő közösségi oldaláról, a Facebook oldalára érkezett, ugye? Vagy ez több, több felé? Igen, az ő közösségi oldalára érkezett, meg talán a Philadelphia is kapott. Tommy Padilla üzen például ilyen kis lőszeres felvételt küldött, gondold át, mielőtt Guadalajarába jössz gazdag. Ez talán a konkrét. És ezt nagyon komolyan kell venni, amikor Gyurival beszéltem, azonnal eszembe jutott egy kolumbiai labdarúgó, André Escobar Saldarniaga. Hát 1994-ben az amerikai világbajnokságon öngólt rúgott. És hát hazautaztak, kiesett a csapat, és hát lelőtték. Emlékszel rá? 12 golyót engedtek a testébe az öngól miatt, mert úgyhogy ez most így egy kicsit így mulatságos innen Magyarországról, meg Liechtensteinből olvasva ez a Guadalajarás felvonulás. Tehát azt azért illik komolyan venni. És komolyan veszik-e? Tehát ez egy érdekes kérdés, hogy maga a Philadelphia csapat komolyan veszi-e, illetve olyat is olvastam, hogy törik a fejüket, de nem tudom mi lesz, tehát biztos tudod, hogy esetleg egy semleges helyen megrendezni a visszavágót. Hát arra már minimális az idő, hát az, hogy mert ha most kiesik egy meccs, akkor ott fölborul az egész menetrend. Az, hogy a semlegesbe belemennek-e a hazai játékosok, a guadalajarások, az megint ehhez. Most akkor ott a felelősség, hogy a vendéglátó egyesületnek kellene garantálni az amerikaiak biztonságát. Na de hát te bíznál? Tehát most te vagy gazdag, Dániel. Kapod a lőszeres fotókat, a fenyegetéseket, stb. Téged ott le akarnak szedni. És átrepülsz, vagy átmész autóval, nem tudom, mondjuk Philadelphia messze van a déli határtól, de Guadalajara közel van Amerikához, mármint hogy az Egyesült Államokhoz. Tehát mondjuk valahogy átkerülsz oda, és a csapat busszal elindulsz. És te ott ülsz a, mit tudom én, 14E vagy C ülésen gazdag Dánielként. Te hogy éreznéd magad? Te is ott ül melletted egy ilyen maszkos, sheriff feliratú biztonsági őr, aki egyébként mégig birizgálja a pisztolyát, nem? Hát a csoda tudja, hogy ki az a pacákot melletted. Hát de nem, gondolom, hogy nem ilyen közösségi busszal mennek, hanem... Hogy ki az a pacák mellettem, ez a BKV, ne értem. De Gábor, tehát az, hogy azt mondtad, hogy a mexikóiaknak kell biztosítani az amerikai futballisták, ugye köztük gazdag Dániel, biztonságát. Bíznál benne a telené gazdag Dániel, amikor ott éppen Guadalajara utcáin mész a Hilton felé? Hát pont ezt mondom, hogy a biztonsági emberek között, hogyha egy valaki is elvakult Guadalajara szurkoló, és ő éppen akkor szolgálatba kerül, és beosztják a Philadelphia Union buszának a biztosítására, és tudja jól, hogy a csapata kikapott, és ez a gaz, hát lehet, hogy túl sok filmet láttam a Netflixen. De azt szerintem igen. Szerintem túl sokat láttál, de most tegyük fel, tisztességes, jó ember ez a biztonsági őr, aki felszáll velük a buszra. De hát egyáltalán, tehát hogy mit jelent egy biztosítás amerikai módon, és egy biztosítás mexikói módon? Ráadásul a Mexikóban ugye az egy négyzetméterre eső gyilkosok és bérgyilkosok száma jóval magasabb, mint Amerikában, vagy Liechtensteinben. Tehát, hogy én ezt csak úgy tudnám elképzelni, hogyha komoly amerikai biztonsági kíséret mellett, és akkor még nem beszéltünk a stadionról, hogy ott, hogy esetleg motozzák a szurkolókat, a lelátókra kimenő szurkolókat. Tehát én gazdag Dániel helyében nem játszanék. Hát, nagyon őrületes ez a kérdés. Ahogy körbejártad, ez teljességgel, így kívülállóként, tehát nem ilyen biztonsági szakemberként végig gondolva, hát nem véletlenül írogattak ezek a gyerekek, mikor lehet, hogy csak mondjuk a helyi Ludas Matyinak a szerkesztői voltak, hogy na nézzük meg, mit szól a magyar. Simán tehát, lehet, hogy olyan, persze ilyen, nem? Igen, abszolút lehet. Lehet, de az is lehet, hogy ez nagyon, és Amerikában mindent komolyan vesznek. Emlékeztek, amikor én kis fehér zacskók érkeztek, hogy hú, mekkora cirkusz lett belőle, aztán. Mi volt az a por? Antrax, igen. Antrax, igen. Vagy ha és Mexikóból jött, akkor nem. Ha a Király utcából, akkor meg sütőpont, nem? Igen. De komolyan vették. Hát ilyen, nem tudom, mennyire fontos játékos a gazdag Dániel egyébként. Hát ő volt a gólszerző. Hát azt értem, de hát, hogy
most egy meccset, játékosa a Philadelphiának. Mégiscsak az életéről van szó, azért ezt mondhatjuk. Hát most lehet azt mondani, hogy gyerekek, itt maradok Philadelphiába, menjetek, azt majd nézem a tévébe. Igen, csak hogy akkor ez meg megint példa lehet arra, hogy gyerekek, akkor küldjünk három üzenetet a Barcelonának, a Manchester City-nek, azt akkor kiveszik. Abszolút igazad van, igen. Itt sincs megoldás, úgyhogy szerintem azt kell, hát Liechtensteinből nézve, egy csomó biztonsági emberrel kell körülvetetni magukat, azt kell mondani a rendező klubnak, hogy srácok, tudjátok garantálni, mutassátok meg, milyen tervvel készültetek arra, hogy mi itt épségben lejátszuk a mérkőzést, és haza is utazunk. Ez igaz, csak ezt mondom, hogy a biztonsági standardek Mexikóban mások. Tehát amikor például ide jön hozzánk az amerikai vagy az orosz elnök, ők nem bízzák a magyar biztonsági rendszerre azt, hogy ők sérülésmentesen oda-vissza közlekedjenek, hanem ugye hozzák a saját embereiket, és biztosítják az egész várost. Ezt nyilvánvalóan egy philadelphiai klub nem fogja tudni megrendezni, megszervezni egy darab gazdag Dániel életéért. Ez szörnyű kimondani. Igen, tényleg. Olyan viccesnek tűnik, de különben ez egy halálos dolog, tényleg. És hogy milyen embereket fognak, vagy hozzák magukkal, hoznak megint egy másik busznyi biztonsági őrt, hogy tehát... Nem tudom, hát de mi van a stadionban? Hát mi tudjuk, hogy milyenek a rendszerek, hát ha csak a Európában, ha csak koncertekre megyünk. Teljesen igen. Más szintű a beengedési rendszer a Papp László sportarénában, mint a bécsi Stadthalléban, vagy a Dortmunder Westfalenhalléban. Tök más, vagy az angol Wembleyben. Teljesen más, hasonlít, de nem ugyanaz. Na most igen. Honnan tudjuk azt, hogy a Guadalajarai stadionba hogy jut be egy szurkoló? Hát igen. Nem kellemes a téma. Mikor lesz a meccs? Mikor lesz a meccs? Egy hét múlva. Igen. Hát. És ráadásul győztek, hát nem annyira izmosan nyertek, mert 1-0 az előnyük, és hát azért az nagyon nagy kockázatot jelent maga a mérkőzés. Hát meg kell nyerni, mert hát ugye a Philadelphia... A legkevésbé se érdekel a mérkőzés. Szerintem már gazdagot se egyébként. Ja. Na jó, Gábor, mesélj már a lengyel játékvezetői tímről, ezek csodálatosak. Team. Hát ez nagyszerű volt. Ez annyira megdöbbentett, hogy ez nem igaz. Nem is egészen értettem, hogy Görögországban bajnoki mérkőzést játszottak, és nem játszottak, hanem bajnoki mérkőzést szerveztek, és... egy lengyel játékvezetőt, egy pártatlan játékvezetőt megkértek, egy jó hírű, nagymúltú 2012 óta FIFA játékvezetőt megkértek arra, hogy jöjjön már, és akkor hát próbálja meg az AEK Athén Aris meccset levezetni. Mind a két csapatnak nagyon fontos a győzelem, az AEK-nak ugye a bajnoki cím, ez az Aris most nem annyira jó, de ők is kapaszkodnak. Pavel Rajkovski megérkezett Athénba, és utána olyan purpárlé kavarodott, a görög sajtó szétkültölte, hogy ez a négy fős játékvezetői testület, te volt bombázva. Ez a meccs napján volt? Vagy ez ilyen... Előtte. Hát miért ne lehettek volna? Hát ezen gondolkodtam én is, hogy mi van akkor, ha tacsal teszem magam, és másnap jó vagyok. Na mindegy, az egész onnan indult ki, hogy hát, hogy piások voltak, verekedtek, kötözködtek, majd eltűntek. Mondom, ezek a lengyelek, mondom, jól megadják, eljönnek otthonról. Ráadásul ez egy tekintélyes játékvezető, Bajnokok Ligájában is közreműködött. Tehát ezek annyira figyelnek mindenre, hogyha nem úgy áll a válfa az öltözőbe, azonnal ellenőrét kiáltanak. Mondom, hát ezek hogy lehetnek ilyen ostobák, hogy a légitársaságnak az ingyen piáját megitták az összeset a rakodó térből? Hát Varsó-Athén járaton az ilyen nagyon nagy piakészlet nincs szerintem. Tehát ez... De itt van a másik, ami szembe megy. És ezek, mondom, ezek miért profi emberek? Most ja, és aztán utána még egy kicsit megstuffolták az ügyet, mondták, hogy nem találjuk őket. Na. És mondták a lengyelek, hogy nem, mi ott voltunk a szállodában, a mi verziónk szerint úgy kezdődött, hogy belénk kötöttek, leköpték a játékvezetőt, mi is megütötték. És aztán bementek a szállodába, aludtak, és aztán jelentkeztek másnap a görög játékvezetők főnökénél, és mondták, hogy ők eltűntek, szőrén szállt. Egyébként én azon gondolkodom, hogy honnan tudja meg valaki azt, hogy melyik géppel érkezik a lengyel játékvezető? Gondolom a FIFA tudja, nem? Jó, hát a FIFA tudja, de hát honnan tudja meg a lengyel köpködőcsésze?
Nem tudom, nekem ez az egész gyanús. Hát én, borzasztó. Én tudom, tehát most figyelj, lengyelek. Hát lengyelek. Érted? Nekem volt egy csoporttársam, Zbigniew, hát ugyanúgy, mint a másik Oldi, aki finn volt. Azt hiszem, hogy 5 évig be voltak nyomva. Mai napig játékvezető. Zbigniew meg Oldi. Csak Oldi meghalt közben. Oli, de, igen, Oldi meghalt, Zbigniewről nem tudok semmit. Oldinak a májáték. Éppen Zbigniew játékvezető. Nem tudom. Ment a témbe lesz. És ha már fölült a repülőre, akkor egy pár üveg vodkát elsüllyesztett a gyomrába. Tehát igen, ezt az egész sztorit nem értem. Viccesnek tűnik, de nem értem. Arra ment ki az egész móka, ugye, hogy a lengyel játékvezetői társaság kikerüljön erről a mérkőzésről, és egy görög helyi erő keveredjen föl, ami egyébként meg is történt, és hát azért békességben lezajlott a történet. Hát Görögországban például nem ritkaság, amikor a klubelnök egy óriási oldalpisztollyal megjelenik különböző vitatott ügyek eldöntésére. Wow. Igen. Szóval, úgyhogy ez nem olyan ritka meg, de nem hiszem el, egyáltalán nem hiszem el, hogy ez a játékvezető ennyire amatőr legyen, ilyen pancser legyen, hogy tudja jó, hogy őt ismerik, várják, és akkor ott szétissza magát, még hogyha az Zbigniew is, szétissza magát a repülőn. Nem, ez nem jó. Igen, nem jó. Nem jó ez a történet. Nem életszerű úgyhogy történet. De mondom, azonnal a görögök azonnal kidobták ezt. Fúj, megjöttek a lengyelek, piásak. Nem ez tudom, milyen meccs lett volna, bocs? Bajnoki, görög bajnoki. De miért, hogy kerül oda egy görög bajnokira egy lengyel bíró? Hát... Mert hát, ahogy mondtam, hogy hát ott is ugye, amióta a pártatlanságokán... Pontosan, mióta a föníciák föltalálták a pénzt, azóta minden megoldható. Világos, tehát ilyen korrupciós dolgok elleni. Hát akkor meg egyértelmű a helyzet, hogy ezt miért így rendeztek, hogy végül mégiscsak egy görög vezette. Gábor, nagyon-nagyon köszönjük. Köszönöm. Csak az a baj annyi, hogy ez a Racskovszki most magához hordja, hogy itt jön a piás játék. Ja, hát ki fog hinni neki. Köszönöm a lehetőséget. Nagyon gáz. Köszi, csáó, szia Gábor. Szia. Horti Gábor. És jövünk vissza. Üzenélyeként Gabesz, hogy nem harap, de rendben értem, minden nap járok a házba, címre, többek között egy emelettel feljebb Geri rántott haljával, gondolom a kollégái örülnek neki. Csupán ez az oka, hogy bementem volna személyesen, szép napot, sziasztok. Figyú, akkor nem ezért ne gyere be. Akkor így is füstbe jössz. Igen. Nem, hanem az, hogy hol van ez, hogy a csajok akkor előké, tehát most beállítasz, és lehet, hogy el van zárva a szekrénybe, meg mindent, tehát mi ezt igen, inkább csomóan. Ez egy rendszer. Igen, van egy lehet, hogy azt kell, hogy Gerinél mindig legyen egy bocsizacsi így megpakolva, mert hogyha hozzá megy, érted, akkor át tudja adni, tehát ha nem gond neki ez. Nem, egyáltalán. Meddig van bent? 4-ig, 5-ig, itt van? Igen, számát azt szerintem elküldjük Gabesznak, és akkor bedumáljátok Gerivel, persze. Na jó, gyerekek, jöjjenek a mai nap legjobb pillanatai, és ez az 55 éves Mézga család kvízünk volt. Bizony, jöttek ám az emlékek, és aztán Anett remek kérdésekkel készült, és hát nagyjából mindent tudtunk. 10 óra lesz 6 perc múlva, valaki üzeni, hogy Németh Attila zongora művész volt az első Aladár a Mézgában, üdv Magykóbá. Ezt már tisztáztuk egy pár órával ezelőtt, de köszönjük. Igen, illetve nem Somogyvári Rudolf, hanem Somogyvári Pál, ezt is megtanultam, köszönöm az üzeneteket. Igen, aztán üzenik, hogy azért szeretlek titeket, mert nálatok van hajcihő, kitűnő hangulat, zene, bona, ricsaj. Ez mind? Lacabiáról. Mi olyan vagyok, mint a Mézga család. Igen. Igen, és rádiózás, mi ez? Rágyózás Mézga családja irány Észak-Kuba, MZ Perix nevében is köszönöm a mai szórakoztatás a fal doktor. Észak-Kuba! Yeah. Észak-Kuba. Ott páratlan a nap felkelte. Na jó, Föni, jók voltatok, köszönjük, Joci. Jó. Rendben van, hát akkor ennyi. Láttam Vágó Pirost. Csodálatosan néz ki. Egy szia, belefért. Ilyenkor már készül, hát mit csinál, nem lehet hozzászólni, hát látom, hogy feszül, tépi a haját, már itt rakja össze a korongokat. Én tegnap hallgattam Nyerges Izzát, amikor éppen átadtam a műsort a Dénes Tominak, és Dénes Tomi még nem volt sehol, illetve nyilván ott volt valahol, és azt mondta Iza, hogy és Tomi megígérte nekem, hogy nagyon jó zenéket hoz így húsvétra. Úgyhogy el tudom kézzel ezt a párbeszédet, hogy Iza már ugye a műsorának végén, Dénes Tomi bejön, lerakja a táskáját, milyen hello Tomi, hello Iza, Mizu, fiú, de ígérd meg Tomi, hogy olyan zenéket hoz, ami húsvéthoz.
ezt most megígérem neki. És akkor ezen párbeszéd örömére tudott búcsúzni. Értitek ezt az életszerű valamit? Igen. És amikor az Iza, gondolom, kiment, akkor a Tomi ott rögött, hogy bevette, hogy húsvéti zenéket hozok. Nem húsvéti zene, hanem az, ez a, tehát ugye ehhez a húsvéti locsolós valamihez, tehát hogy az passzoló. Uh-huh. Bár és ott indult egy, várjál, mivel indult? A lögd ide a sört, gondolom. Nem, de hogy is, ilyen Fine Young Cannibals vagy valami, tehát ilyen. Ó, hát nálunk az mindig egy húsvétkor. Na jó, tehát nekünk Piros megígérte, hogy ilyen húsvéti dalait behozzam. Aki lemaradt. Így, pontosan. Így lesz ez Pirossal, és mi jövünk vissza holnap reggel 6:08. Viszlát!